után 12 perccel itt vagyunk már is. Hello mindenkinek, jó reggelt ebben a szörnyű sötétben, ezen a keddi napon. Egyre sötétebben jövök. Már nem én vagyok sötét, de én is az vagyok. De ki vagyok világítulás. Korral együtt jár a butulás, ki vagyok világítva, de minden nap megállapítom minden reggel, hogy ajjajjajjajjaj, bali. Mi lesz így? Nem gondolkozol azon, hogy milyen energiákat mozgósítasz azért, hogy megtaláld a rosszat már korra reggel. Hogy még tegnap örült el jó időnek, most ez a sötétség. Ez egy nagyon optimista hozzáállás. Ja, ez a jó hozzáállás. Ez a jó hozzáállás. A rossz hozzáállás ennél sokkal rosszabb. A jó hozzáállás, hogy készítem magamat erre. Hogy ne érjen váratlanul. És amikor bejön, csak akkor azt mondom, szia tér, már vártalak. Igen, de jó, hogy itt vagy, bújj, de jó, hogy itt vagy, már felkészültem rád. Szia tér. De amikor még nyárban vagy, és hirtelen megjön a rossz idő, akkor szomorú leszel. Én már most készülök arra, hogy jön a tél. Ezáltal örömmel ölelem majd magamhoz a telet, amikor megjön a tél, és azt mondom, szia tél, hogy hol voltál eddig? De jó, mert én inkább azt mondom, hogy gyerekek, még mindig 30 fok, tegnap megdöglöttél, olyan meleg volt, jó, hát kicsit sötétebb van reggel, hamarabb van este sötét. Fura. Erre te meg. Erre realizáljuk azért, hogy egyre később kell a nap. Jó, egyre később kell a nap. Tehát ezt jobb erre felkészülünk, aztán hirtelen ki az októberről, és állsz, hogy úristen, de sötét van. Ezeket észre kell venni. Fel kell készíteni a lelkedet a térre. Jó. Sziasztok, jó reggel! Szia. Kezdjük a kötelező jó hírrel. Tóth Tamás paralimpiai bronzot szerzett 100 méter gyorsványon. Illetve Osváth Rihár ezüstöt kard egyéniben. Ez az! Bízunk benne, hogy egy arany is össze fog már jönni. Közel jövő, most már 7 éremnél tartunk. Egyetlen pici megjegyzésem azért lenne a dologgal kapcsolatban, mégpedig az, hogy és itt egy picit így beszélgetünk itt reggel Ferivel is, meg Ákosról is a történetről, de hogy nem lehetne talán egy olyan oldalt, ahol normálisan összefésülik a paralimpiai eseményeket, hogy tényleg úgy kell összevadászni minden nevet, hogy minden érmet, hogy az ember nem talál tényleg egy olyan oldalt, ahol csak oda kattintok, és mindig látom, hogy mi történt. Hírkereső is beütött egy paralimpia. Nem. Ilyen egyszerű a történet. Hát, ha valaki googli király, akkor érted, a Jani tényleg tudja ezeket a kereső szavakat, ő rengeteget buklászik a neten, már pont azt beszéltük, hogy mit kéne beírni, hogy érem tábla, beírod, hogy paralimpia, érem tábla. Igen, a hírkereső, szókereső paralimpia, hogy Tóth Tamás bronzérme, 100 méter gyorsan, magyar idők, nem találsz. Népszava, HVG. Nem, ja, hogy jöhet, aki összesített. Például, aki azt mondja, igen, mint az olimpia alatt volt, hogy ott ugye volt éremtáblánk, hogy most hol tartunk. Nem csak nekünk volt, hanem a más nemzetekhez képest fönn voltál, mindenről volt. Van egy hírszerkesztő, van egy sportszerető ember, van egy hozzátartozó, felmegy egy oldalra, odakattint, és látja, hogy egyébként éppen akkor hány éremnél tartunk, és hogy a dicsőség táblánkhoz ki tartozik. Most fölmegyek az NS-nek az oldalára, ahol azért azt várná az ember, hogy mindig update-e, mindig egyetlen kattintással elérhetek mindenféle információt, azt mondja, hogy ott van paralimpia, Osváth Rihárd ezüstérmet szerzett, nagyon örülök neki, akkor meg szeretném nézni az ehhez tartozó dicsőségtáblát, illetve éremtáblát, ami egyébként a Riói olimpiával kapcsolatban is ugye fönn volt, azt mondja, dicsőség, tabló, rákattintok, igen, 100 szemese hosszú kattinka, továbbra is gratulálunk neki, csodálatos teljesítmény volt, de hogy... De nincs fönn. Aha. Jó, ebben igazad van, én is most beütöttem egy éremtáblázat, hírkereső a szókereső, kitöröltem egy Sebestyén Balázs, és akkor gyorsan beütöttem. Jó, de beütöttem. Az automata, nem, jó, az jelenik meg, ezt most kitöröltem, hogy nem kis gazdám, most ne a nevemre keres, de nincs, tényleg nincs. Tehát, hogy a paralimpiát kiadja, tehát az összesítés van, de nincs, tehát összesítés igazából nem látom én se, hogy olyan jó lenne, nem? Itt aki igazad van, ebben abszolút ezt támogatom, hogy ez azért ők is fontos, amit csinálnak, de valóban. Valószínűleg van egy ilyen kutatás, hogy ma az emberek nem szeretik, ugye erről beszéltük már. Ez biztos, hogy így van, nem merünk, nézik. Így van, nem merünk szembesülni ezzel a dologgal, hogy valaki sérülten, nem tudsz mit csinálni. Például az újságok is nem is közölnek se képet, semmi nincs arról, pedig hát azért ők is emberek, teljesen normálisan csinálják a sportot, mindegy. Hát ha nehéz ügy, de tényleg három mondatot azért lehetne írni. Lehetne. Róluk, hogy hajrá, srácok. Az angol Wikipédián nem lesz pontosabb, sajnos ott fent van. Ákos, köszi, hogy elküldted. Nemzeti sport, állítólag írják a hallgatók, hogy a nemzeti sportban esetleg talán benne van. Igen. Meg kell nézni az online részét. Ott keresem egyébként. Én mindig azt nézem, de nekem az egy ilyen napi betevő, hogyha úgy tetszik. Fönn is van egyébként, mondom, Osváth Rihárdnak az ezüstérme, mert ez volt ugye a legutóbbi esemény, és tényleg nagyon örülünk neki, nagyon gratulálunk, csak amikor rákattintok erre az oldalra, akkor ott keresném, mondom, az éremtáblázatot, keresném a dicsőségtablót. Fönn is van, csak még ugye a Riói olimpiához kapcsolódik az érem táblázat és a dicsőség tabló. Ami tök jó, csak ez már
Viszontlátásra. Az már, annak már vége van, így van. Lefutott történet. Ilyen értelemben természetesen nem, mert hogy örök dicsőségről van szó. Igen, az örök dicsőség, azt írja Nóri, köszi, hogy elküldted, hogy létezik olimpiai applikáció, és esetleg ott meg lehet még nézni, de még úgyis kapunk további tippeket. Hogy igen, nagyon szépen köszönjük. Jó. Csak tök jó lenne egyébként, hogyha nem kellene mondjuk a hallgatóknak a segítségét kérni ebben, meg mindenki más, hanem teljesen egyértelműen hétköznapi módon fölmenni az interneten, és abban a pillanatban már. Legyen nekünk egy éremtáblánk, hát írjuk egy A4-est a lapra. Fölírjuk, és akkor meg tudunk, hogy 3 ezüst, 1 arany, 3 bronz, és akkor nekünk lesz egy ilyen saját éremtáblázatunk. Két posztitem van, tehát ugye a paralimpiához megfelelően ez is egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, hát összetákol. Itt az, ahogy közvetítik. Posztitek egyébként nagyobb méretűek is. Közvetítés van belőle? Vajon? Magát ugye? Hát a M5 vagy M7 vagy már nem tudom, hogy hanyas, már annyi magyar csatorna van, mint a, hogy hívek, autosztrádáink. Érte, nem egy M5, M6, M8, M9, hogy ők adják vajon? Vagy szerintem valahol adják, persze. Valahol adják. Hallottátok, hogy Smukandor lehet becsajozott, kérdez egy hallgató. Én nem hallottam. Becsajozott, olvastunk valamit erről ezzel kapcsolatban? Nem. Sikerült nem. A csajkereső projektje? Nem tudom. Nekem megmondom őszintén, hogy elég nagy csalódás volt, amikor legutóbb itt benn volt, egy ilyen, hát ilyen furán be volt feszülve, és nem úgy reagálta le a dolgokat, ahogy én azt gondoltam, hogy le kéne reagálnia, nem volt túl nyitott a csajozásra. Telefonon nagyon-nagyon jó fej volt, aztán amikor itt benn volt élőben, olyan fura volt, hogy szinte tárcán kínálkozott. Nem voltam, akkor megkívtátok, igen, tárcán kínálkozott a lehetőség, voltak betelefonálók, volt köztük nagyon szimpatikus is, számomra is nagyon szimpatikus is, meg aki nyitott is lett volna Andorra, aztán valahogy ő egy nem annyira picit így, mintha elment volna a lehetőség mellett. Kicsit befeszült. Lehet, hogy akkor már megvolt az ideális választás, a nő a számára, érted? De hát akkor azt kellett volna mondani. Igen, nem, olyan csapdás sejtett a dologban meg, hogy ajándékcsomagért cserébe akar vele a lány flörtölni, de aztán már nem tudom. Üsd be a keresődbe, megint törölt ki szépen a neved. Harrison Forddal kapcsolatban újabb híreket olvasok, és azt néztem most, hogy mi van Harrison Forddal. Visszament a Bringaboltba, a nagyon aranyos sztori. Ugye zárva voltak még 10-kor, és állítok már összecsődült egy tömeg a Bringabolt előtt, és így verték az ablakot, hogy itt a Han Solo, engedjétek már be. Engedjétek be, itt van egy szörös emberre, és így azért akarnak. Valami kormány. Igen, hogy 2 milliós bringája van állítólag, de hát lehet, hogy a szemezén. Ettől szétdurranok, hogy ez a rohadt bors is ezzel, hogy mi közünk hozzá, az a csávó multimilliárdos, hát vegyen magának 4 milliós bringát. Miért ez a fontos? Miért nem azt írjuk föl már megint, hogy tök jó fej, mindenkivel fotózkod. De megírta a cikk, most azt olvasom, hogy megírta. Azt írja a cikk, hogy mindenki el van ájulva Harrison Fordtól, mert hogy milyen közvetlen a világsztár. Ez így igaz. Uh-huh. Ez de hát azért hangzatos címet kell neki adni, hogy betolta ebbe a bringaboltba 2 millió forintos bringáját. Miből van neki? Honnan szedt össze? Adózott-e utána? Befizette a evát, tevát, ekkort? Ezt is tőlünk kapnánk. És majd amikor elmegy, biztos belehajítsa a Dunába. Így van. Lehet, hogy odaadná a szegényeknek. Az 50 000-es nem is gurul? De biztos, igen. Hogy mit lehet 2 millió, amikor 50 000-ért is tud már gurulni? Igen. Figyelj, ha tud magának venni egy P51-es Mustangot, akkor tehát, hogy meg gyakorlatilag azt, amit akar, mert 40 éve filmez, és egyébként volt egy-két olyan blockbuster is a történetben, ami mondjuk hozott egy kis Dellát a konyhára, hát hogy vegyem már magának? Hát itt azért komoly gázsik voltak. Ő volt, aki úgy vállalta most az utolsó Star Wars-t, hogy a részesedéssel? Ő volt az, aki részesedést kapott, igen. Okos. Tehát azt mondod, hogy oké. Okay. Megyek már neki, mély hülye. Azt hiszem a mindenkori minden bevéde 1%-át kérte el, ami ez gyönyörű, plusz tapos. Azt hiszem talán, hogy volt gázs is. Na most, ugye hát ha az mondjuk hoz egy, nem tudom, mint 1 milliárdot, akkor azért annak az 1%-a. Jó, mindenféleképpen jó pénz, de várjál csak, mert úgy van, szerintem, ha okos, hogy nem csak a filmből, hanem az utána a merchandise. A merchandise, hogy mindenből kért 1%-ot, és akkor ott boncolgatták is, hogy akkor ez jó, ha erős lennék matekból, ki is tudnám számolni. Hülyeséget fogok mondani. Na mindegy, szóval, hogy itt jár kell, és kérdez, hogy hol lakik? Tudjuk, hogy esetleg megírták, hogy melyik szállodában vagy, hogy hol? Nyomon követték mindenhol, hogy ugye a Pesti Biciklibolt hol van, hol járt bringázni, hol reggelizett, hol vacsorázott. Hol lakik? Csörögjünk oda. Azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hol lakik. Tudjuk, hogy hol lakik. Nem írták meg, pedig szerintem biztos, hogy fel kellett volna tűnni, ha más nem akar. 2 milliós biciklire! Mert lelopják azt a biciklit majd aztán, mert már látom, hogy ennek szörnyű vége lesz. Mr. Ford ott szépen bekacsázik majd enni egy croissant, meg egy mokat csinolt izik. Kijön, és megtalálja a hátsó kereket. Nem oda kell lakatóni. Lakatóni.
el is viszik gyorsan. El is viszik gyorsan lakatóni azt a biciklit, úgyhogy óvatosan kell azzal a 2 milliós bringával, ne olyan leüssék Mr. Fordot. Lakatóni, Tóni így se volt. Tóni nem volt itt a biciklit, az elmindig. Lakatosékra kell. Császkál itt nekem azzal a 2 milliós biciklivel, aztán majd kiütik alóla. Hát most az, hogy a testőre is bringával jár utána, mert eszébe jutott, hogy azért ő mégsem mehet mindenhova egyedül, és most neki is béreltek, neki már nem vett biciklit. Képzeld, hogy utálhatod, hogy utálsz biciklizni, és a főnököt kitalálja, hogy ő bringával akar menni. Igen. Nem állítsz, ne irány, kisoroszi. És akkor ezért tekersz a rohadtul szenderék kisoroszi, hogy senki nem akarja megtámadni Fordot, mert más a sztárkultusz, mint New Yorkban, nem is nagyon veszik észre, nem is, hogy hozzászok, hogy kisoroszi bot elteker mellette Harrison Ford. És a testőr mennyire utálja, hogy menni kell utána. George Clooney. George Clooney, igen. Szóval, hogy mennyire utálja, hogy utána kell tekerni. Biztos nem benne. De visszatérve egy pillanatra még a 2 milliós biciklire. Hogyha esetleg meglovasítják, tök jó, mert van egy csomó fotó, ami fel lehet tenni a jó fogásra. Harrison Ford egykori kerékpárja, jutányos áron eladó. Itt van mellett a bizonyíték. Báj Bors. Igen. Tényleg, hát hallottuk melyet, hogy állapták, úgyhogy szóljatok a Fordnak, hogy csak óvatosan. Csak óvatosan azzal a bringázgatással, mert aztán híre megy ennek, hogy milyen drága. Milyen drága bicikli ez. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Harry's on bike. Köszönjük szépen. Four Season. Four Seasons belakik, igen. Ott lakik? Hazol, hogy Cseppellen lakik, csak hogy tudjátok, minden reggel látom a Millennium Falconra részegen repkedni. Én megazdítem a kis lakótelepe. Egy NDK típusú lakókocsit húz a pizzajával, hogy lehessen beazonosítani, hol lakik. Gresham palotában lakik. Hajakocsin Harrison Ford. Köszönjük szépen. Aha, ízi. Azt mondja, hogy ma kezdődik a BL, kit tartotok esélyesnek? Hát gyerekek, ebben én meghallgatom, hogy ti mit gondoltok, mert én a focihoz kevésbé értek, azt se tudom, ki játszik kivel. Hogy tetszik mondani, az mi a bajnokok ligája? Bizony. Hát az egyik bajnokot tartom esélyes. Én szerintem is a tavalyi bajnok nagyon nagy esélyel indult. Tehát a tavalyi bajnok de gyerekek az fociról, minket ne kérdezzetek, mert én nem nézem. Nemzeti meg érzületből ugye szorított. Szorítunk a magyar válogatottnak. Szorítunk, ugye végig az EB alatt, és hát még most is hiszünk benne, hogy ebből is lehet valami. Most azt mondta valami szakértő, Svájc úgyis verhető, majd most jön a pont, gyerekek. Na most Svájccal játszunk? Azt hiszem az a következő. De igen. Svájc igen, a következő. Igen, nem lesz egyszerű ezt. De most azt nyilatkozta valaki, hogy az verhető csapat. Tényleg? Mondjuk úgy emlékszem, hogy a Ferőer azt mondtuk, hogy az asztalos csapat az abszolút verhető. Nem tudom, csak valamit olvastam. Na mindegy, úgyhogy szurkolunk nekik, de ilyen ne kérdezzetek, hogy a BL-t kinyeri. A Légia Varszavának. Ne hozzatok minket, légy szíves, ilyen helyzetbe jó. Légy szíves, éljetek együtt a műsorra, és tudjátok, hogy nem követjük, és nem szeretjük, és nem ismerjük a focit. Légy szíves, ne hozzatok minket ilyen helyzetbe, hogy olyan kompromitáló kérdéseket tesztek fel, mert bajba keverjük saját magunkat, nem? Kérdezzetek a várakról, a borokról, a teniszről, a Gesztesi Károly, mit tudom én miért, azt tudjuk, de ne kérdezzetek. Most nem vagyunk tisztában az erőviszonyokkal, én a magam részéről a Légió Varszavának drukkolok, ugye Nikolics Nemánja miatt, és hát meg mert lengyel-magyar két jó barát együtt iszom meg a borát. Na most gyorsan megnyitott egy oldalt, és ott megnézed ezt a csapatot, hogy ezt most honnan szedted? De legalább tudtam bevitni a keresőbe egy két szót, ami alapján meg is talál. Igen, azt mondom, hogy hogy árultál el most gyorsan, hogy találtál egy csapatot. De nem baj, legalább megmentetted a dolgot. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, nehogy éjjel megkérdezik Han Solótól, ha a jabátja 1000 éves a bicikli, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy rakott krumpliban 4 darab étcsökit raktam, Feri B. meg. Nem az ízek robbantak be, nem én a budi rasszati, köszönjük, hogy értetted, amiről beszéltünk, nem baj, a rakott krumpliban nem jó. Tehát nem kell. Aranyos vagy, de abban nem megy. Mindenhol nem robban az az íz. Vagy figyelj csak, keveset raktál, ma csináld újra az egész rakott krumplit, és egy teljes táblát bele kell tenni, jobb lesz. Csak hogy akkor viszont legyen miért haragudni. Mendinél 31-es úton csak a szokásos, iszonyatos dugó, megint mind a mellett 4-5 kék egyenruhás próbálja irányítani a forgalmat, teljesen felesleges, hogy mit sem haladunk, csak bockodás, az egész felháborító, írja Prücsök. Mi az Isten van Mendén, tényleg? Gyerekek, ott most Mende már hetek óta. A magyar közlekedés fekete lyuka Mende, így magába szippan mindenkit, és beáll az egész. Hetek óta vagy azt mondják, hogy ugye a kisbolt miatt van, akkor most úgy jött a másik megfejtés, tehát valami van Mendén, ami akadályozza a forgalmat, ez tuti. Valami történik valami, ott. Ott mindig van valami. Sűsáv, tápjószecső, Mende. Háromszög, a Bermuda háromszögben ott valami történik. De meg kéne nézni, mert tényleg írják a hallgatók, hogy órákat állnak ott egyébként minden reggel. De milyen útfelújítás? Ott milyen 31-es út megy, ahogy látom. Hát, sűsáv és Gyömrő között Maglód előtt ott van Mende.
Mi történik mentén? Sokan az ott reggeliző munkásokra fogják a dolgot, hát akik rendszeresen ott leállnak. Nem tudom. Biztos, hogy mindenképp. Lehet, hogy mindenki elmennek, szóval akar lenni. Semmiért van egy pici torlódás. Képzeljétek, tegnap elhoztam a csaptelepet. Nem akartam altatni ezt az egész ügyet még egy-két hétig, hogy hát, ha visszaveszik. Most akkor várjál, most akkor majd megtapsoltatod. Nagy taps a csaptelepet. Ez én esetemben ez egy kiváló lépés volt, hogy hónapok óta rossz a csaptelepet. Én Várj, azt nem mondtam, hogy ez egy elsőségével adtam fel a könyvelőmnek. Úristen! Várjál. Na, léci. Na, hát. Érted? Ez egy csaptelep mégis. Hát azért más csap. Jó, de ez... Hogy örülnek? Na, és kicsomagoltátok már, vagy az 2017? Kicsomagoltuk már, de még egyelőre... Egészséget. Egyelőre embert kell találni, hogy fölcerelje nekünk. Emberbajuszost. Nem tudsz egy csaptelepet fölrakni. Azt hiszem, egy embert kell találni, akinek van egy snitzere. Hogy kell egy ilyen csaptelepet fölrakni? Most mondd el nekem, de hogy állnál neki? És fölrakod. Igen, de hogy? Ilyen egyszerű ki a alul... kőből. Mi az, hogy a kőből? Hát jön ki a kőből. Kőből jön. Nő ki a kőből a csaptelep. Nő ki a kőből a csaptelep. Bárgyával, vizet fagadsz, tudod azt most megcsinálni. Na, a kőből jön. Nő ki a kőből a csaptelep. És éből a zenélőkút, a folikút. Ja, akkor hívjál szakember. Spriccelőkút. Na, hogy csinálod? Mit kell csinálni? De milyen kőből? Mi az, hogy a csempéből jön ki? Hát alulról, a kád. Nem kő. A kád mellő. Kád mellő jön ki a kőből. Szerintem az első az az, hogy... Verszét a küvet. Hogy zárjátok el a vizet. Az nagy segítség egyébként, mert nagyon látványos, amikor így spriccel minden a plafonig, az nagyon mutatós, és a gyerek is tapsolni fog, és anya, gyere! Apa, ami által nincs megnyitva, akkor alul szétszedhetem, nem fog belőle jönni a víz. De hogy kell szétszedni? Mit kell csinálni? Ez egy álló, a kád mellett áll egy ilyen csaptelep. Ez ilyen a formában nem igaz. Nem igaz? Nem. Mert a csapban van egy záró. Láttam ezt a csapot? Én nem, azt gondolom, hogy hát nem tudom, de én... Úgy emlékszem, nem biztos, hogy van itt egy főcsap is, tehát hogy azt is el kéne előbb zárni. Mert hogyha te szimplán most csak leszered a régi csapot, akkor ott a száján dőlni fog a víz. Nem elég, hogy elzárod a csapot, és ha nem jön a víz. Gyere már, anyjuk szökünk út. Ki most engem? Felkapd, hogy állod. Ha nem, akkor leülünk a fondó. Ráülök, addig kicsi öblítek. Hú, de jó, már számos picit. Tehát, hogy szerintem ott azért... Tehát zárjam el a csapot. Mindenképpen. Jó, a főcsapot. Oké, elzárom a főcsapot, utána mit csinálok? Kitéped a kőből a mostanit, és leszúrod a helyét. És berakom, és kész vagyok. Oda készíted a kócot. Meg a szilikonzsírt. Hívok én erre egy szakembert. Hát én is azt gondolom, hogy... Hírok én egy szakembert, cserélje ki nekem ezt. Segítenénk, de szerintem jobban jársz. Mondjuk szórakoztatóbb lenne, hogyha tényleg az interneten keresnél valamilyen YouTube videót. Igen, hogy kell egy olyan falikutat kicserélni. Csak csere. Ugye, hogyha elhoztam, itt van, úgyhogy szerintem most lesz egy ember, és akkor megcsinálom. Majd csinálok rá a fotót, hogy lássátok, hogy... Jó, hogy milyen szép, és milyen mennyire szép megérte azt a pénzt. Hát, azt nem. Amikor megnéztem a csapnak a tetejét, így, amíg visszahajlik a kád, és tök könnyű. Lehet, hogy műanyag, aminek ilyen fém színe van, nem biztos lehet. De miért? 150 ér, hát azért nem adnak fémet. Nem. Mit vártál? Nem áll. Biztos, hogy műanyag. Tényleg? Itt van a kocsiban? Nem, kivettem. Ó, de kár. Meg tudtuk volna nézni, van egy olyan kísérlet, hogy nem nagyon tudod eldönteni utána, hogy... Igen, mert a műanyag őre lágyul, és a Ferinél van öngyújtó. Bizony. De lehet, hogy műanyagot adnak el? Igen, persze. Sőt. Ne. Ha szerencséd van, akkor maga az a rész, ahol ugye a keveredés történik, az fém, egy rendes kerámia betéttel, de szerintem neked azt is műanyagot adtak bele. De fémet mondtad neki külön, hogy... Hogy fémet, hogy fém, te fémet. Mennyi pénzért fém lesz? Hát azt gondoltam. Hát ez egy nagyon jó minőségű alumínium. Mexikói-kínai. Mexikói-kínai műanyag. Na mindegy. Jól van. Azt mondja, hogy hívjátok fel Mende polgármesterét, Kaszanyi Józsefet, hát ha tud megoldást mondani a mendei dugóra, Pisti kérdezi. Hát jó, hívjon fel minket ő. Hívjon fel minket ő, vagy mi is fölhívjuk, küldjetek hozzá a mendei polgármesteri hivatalba, küldjetek egy elérhetőséget, és hét után gyorsan megpróbálunk rácsörögni a mendei polgármesterre. Mondja meg a dugót! Meddig van a dugót? Tényleg, majd küldjetek el a mendei polgármesteri hivatal számát, és mi fölhívjuk a mendei polgármesteri hivatalt hét után, és megkérdezzük, hogy miért van dugó Mendén, és tudunk-e valamit segíteni, és meddig állnak még ott az emberek órákat a dugóban.
Oké? Okay? Ja, és hogy oldják meg. Hát nem, most nem pirítunk így rájuk, hanem hogy tudunk-e valamit csinálni, hogy megoldásban. Legyen jó, oldják meg. Oldják meg azért, hogy oldják már meg. Hallod, ne szóljál be, hogy mi az, hogy oldják már meg. Oldják meg! Oldják meg! Az ő faluljuk érted a Mende, hát akkor már meg... Sűsáp után áll a 31-es főút, Mende felé 5-6 kilométer a sor. Budapestről Győrbe előbb leérek, mint Sűjből Pestre. Aha. Ezt ne hagyjuk annyiba. Hívjuk de Sűsápot, figyeltek. Hívjuk Mendét. Ez nem lehet, hogy csak egy média hack, egy Mende monda? Hívjuk fel Mondát is. Mende után akarom Monda, Monda polgármester hivatal. Monda polgármester hivatal számát Mendét. Na jó. Azt mondja, hogy Jermából itt vagyok a háznál, fél perc alatt felcuppantom a helyére. Jó, várj egy kicsit, 10 óra után otthon vagyok. De mi lesz a csaptelep? Igen. Oké, hogy állunk játékkal? Jól, mert egy elbuktuk az első. Igen. Igen? Igen, de most már egyre inkább hallgató barátok leszünk így az idő elmúltával, úgyhogy ennek is örülünk. Nem volt valami jó játékám, kicsit döcögös volt. Nem volt erős. Ha valakit feketestéli listára teszek, az ott marad? Örökre. Nem jön utána vissza? Nem. Jó, akkor valakit fekete listára tettem. Játszunk Mende polgármesterével. Én nem játszom. Polgármester magad? Igen. Meg is vagyok. Csak akkor viszontlátásra. Egy-egy viszonthallásra. Írja valaki, tícsák be Mendét. Tök igaza van. Tícsák be az Uber, tícsák be Mendét. Tícsanak be mindent. Oké, hát akkor lehet jelentkezni a játékra. Jó. Van ide szóval egy hetet rossz a csaptelete, azóta nem fürdik a család. De fürdünk. Fürdünk lavorba. Lavorba. Lavorba mossuk a csunánkat. De csak a csúnyátokat mossátok? Az a fontos. Az a fontos, hogy tiszta legyen. Az a lényeg. Na, oké, lehet jelentkezni játékra. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal. Jó, úgyhogy írjátok SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk vissza mindjárt. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel, Ákos, köszi. Itt vagyunk már is. Fölpofozott a füles? Igen, visszapattant. Megpróbáltam szétnyitni, tudom, kis erőtlen mozdulata, és homlokon vágott. Ugye úgy elképzelem, hogy ilyen csipeszt, van benne egy rugó, széthúzod a füles, de elengeded, akkor az visszacsapódik, és az úgy fölpofozott, de néha én is megveretem magam. Azért az úgy kellemetlen lenni. Működik még a telód, vagy fölrobbannak kezedbe, vagy nem? Nem minden rendben? Mert hallottam, hogy van egy kis baj a Samsungokkal, hogy mint helyett iPhone-okról nem hallanék, de... Nem, most lecserélték a régi begyártott arra, aki éve kidolgozott az Apple-nek, de túl magas volt a színvonal, és ezért lecserélték. Mint ha valamit mondott volna, Dákos, hogy fölrobbannak a Samsungok, és érdekes, hogy Apple-ről ezt nem hallom. Hát, jó, oké, okay, köszi. Jó, na jó, oké. Okay. Kicsi, mi robbant fel a kezedbe? A Samsung telefon? Nem, a Samsung. Csak azon belül a te, az Aksi robbant fel. De apa levitte a fél fülemet. A Samsung már. Akkor is jó. Ugye? Ennyi. Mindegy, jó van. Hát most, figyelj, Viki, majd tedd már meg létszős, hogy az én telefonomról osztod meg a képeket a Facebook oldalon, mindig lebutítja az a szartelót. Mindig átküldöm, basszus, érted, 5 megás, aztán mi lesz belőle? Ér. Tudja kezelni, tudod, tudja, jó, hogy egyébként, ahogy megnyitod, az alkalmasabb rá, ne kisebb mondjad. Kép. Nekem mondja, nagy fiú. Hát te jössz az 5 megával. Én 5 megával küldöm át, 5 megával küldöm át e-mailben. Nem tudod őket meggyőzni, van a jó választás, meg van a rossz választás, és vannak emberek, akik automatikusan mindig a rosszat választják, hagyjad, engedd el, nem tetszik, nem tetszik. Aztán fölrobban a kezébe, leég a haja, érted, visszahívják, keresse fel a boltját, érted, ezt megnézem. Eszek valamit is, én járkáljak Józsi vele. Józsi GSM-et felkeresed, hogy megvetted a Samsungodat, érted. Hát, már cseréljük is. Fene vigyel, hát ezek tények és ezek makas dolgok, hát mit tudunk tenni ezzel? Hát most... Hát van. De nem tudom, hogy a régi autódat az új tulaj már továbbadta, vagy még mindig kínlódik vele? Most, kérdezem. Most ezt nem értem, hogy jön teljesen ide ez az autó. A rossz választásra gondolod. Tudod, ja, tehát, ja, értem, most akkor előkapunk az ember múltjából ilyen régi dolgokat, hogy az jó, autó hát mellé nyom. Jó, de még mindig lenne választásod, érted? Én lecseréltem a régi autót, most már nincsen semmi baja. De te még mindig Samsunggal jársz, ezt a fölrobban majd az is a kezedbe, hát érted? Hát ez csak... egy régebbi konstrukció. Nem lehet tudni ezeknél, nem lehet tudni. Samsung, igen, nem lehet, olyan óvatosan azért, tarts távol, amikor beszélsz. Tehát így tarts, de ki hangosító. Anyácska, nem merem közel, tehát félek, hogy fölrobban. Óvatosan, én azért óvatosan használom ezt. Azt mondja, hogy játszunk akkor egyet, mit szóltok hozzá? Meg van még a régi garázskapu, tudod, ami rettenetesen. Értem, most akkor régi dolgokat veszünk elő. Régi dolgokat veszünk elő. Nekem megy az alfám, ne nézzetek ide. Nyikorog, de megy. Játszunk egyet, már itt is van, hallgatom. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
Fekete? Fehér? Igen? Nem? Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Zoli vagyok. Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Dunakesziről. Ó, de szeretem Dunakeszit. Miért? Van ott egy jó... Kérdezni, nem mondom, mert van ott egy nagyon jó ilyen dunaparti sétány, van ott több étterem, van ott nagyon egy jó étterem, igen. Az egész nagyon hangulatos, sokat járok arra. Van ott egy barátom, aki ott lakik, egy családdal, és akkor itt szoktunk arra felé menni. Kellemes hely. Tényleg szép. Nehéz oda kijutni, legalábbis tőlünk messze van, de ha már ott vagy, akkor már nagyon, nagyon szép az egész. Az a lenti dunaparti rész, az nagyon szép. Igen. Oké, okay, Zoli, figyelj, kivel játszanám? Hát, a Janival szeretnék. Janival. Jó, esetek egymásnak. Jó. Indulunk akkor, figyeljetek. 3-2-1-esek. Tudtad, hogy a könyvelőm is. Szia, Dunakeszin lakik? A könyvelőm. Itt lakik? Ott. Mi most Dunakeszin hát, vagy? Én csak itt dolgozom. Ja, és hol laksz? Budakalászon? Aha, az itt szemben van, tudod, a Duna másik oldalán. A pesti oldalon? Hó, hát így, nem, jó. Ha, igen, jó volt. Jó, ide szép volt. Szép volt, Jani. A kis vadék. Hogy elkapta a kicsi, hogy elkapta ezt a gyereket, hogy megcsinálta ezt a Zoli. Hát, Zolikám. Zoli, ne arra, hogy küzdelem kellett. Zolikám, nagyon kell a pont. Nagyon kell a pont, mert elmentetek tegnap 1-0-ra, és ezen most dolgozunk, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy muszáj volt. Gratulálok. Értem én, hogy ez nem teljesen őszinte, de nem, köszönjük. Abszolút nem. De hallottam. Én már a hangsúlyból érzem, hogy mi az, ami őszinte, mi az, ami nem. De hát gondolj arra, hogy a nyereség nem minden, a vereség viszont egy nagy semmi. Úgyhogy ezzel engedünk el. Jó? Így van. Köszi szépen. Sziasztok. Köszi. Szia. Hát akkor ennyi. Ez az. Ennyi, gyerekek, ennyi. Tényleg, hát gólörömjátékunk lesz ma, a tét pedig nem kicsi, egy, illetve 2 darab hely kiadó a barcelonai utunkra, mert hogy ez egy páros jegy. Így van, és ott lehettek velünk együtt a Barca meccsen vasárnap este október végén, a Barca bekópáholyában, ami gondolom nem kakasülő gyerekek, mert hogy az egyik főszponzora a Barcelonának a bekópáholyában. Úgyhogy Messi ott fog elfutni mellettünk, és ahogy köp egyet, az szinte a szele az ránk fog jönni. Ah, de jó, úgyhogy a java. Kecsegtető. Ott leszünk 70-80 ezer emberrel együtt, úgyhogy lehet jelentkezni majd gólöröm játékunkra, de még nem most, 9 után játszuk. A tegnapi játékos megmutatta nekünk, hogy ne. Azt nem szabad. Nem szabad, hogy apa ír, de nem tudom, mire jelentkezem, de nem tudok drukkolni, de nem merek hangos lenni, mert egyetemen vagyok, meg egy kicsit betoltam, meg egyébként nem is érdekel a foci, meg nem is tudom, hogy ki játszik a Barcával. Na, azt még tényleg nem kell tudni. Nem. Lehet ez egy fanbasztán hulitöc játék, és utána is lehet belőle gól. Bármi, egy kumban fanbasztán összjáték is lehet. A 88-as holland EB válogatottból. Tehát, hogy igazából bármi. A lényeg, hogy gyertek velünk Barcelonába. Tényleg, keresünk az új Hajdú B-t, az új Gundelt, az új Hortit. Tehát, hogy a tegnapi picit tényleg vérszegény volt, de a múltkor is ugyanígy indult, aztán mi lett belőle? Hétfő akkor legendák. Sem volt erős. És igen, hát a hétfő az szörnyű volt a tavaszi játékunkban, és aztán azért... Aztán azért jó volt, de nem kell Barca drukkernek lenni, ezt sokszor mondjuk. Tehát nem kell ismerni, nem kell Barca meccset közvetíteni. Ha szeretjétek a focit, ki akartunk velünk jönni, lehet ez egy Fradi út is. Nem? És a múltkor volt spanyol bíró, most lehet bármilyen. Lehet német. Lehet olasz. Bármi, skandináv. Bármilyen, skandináv, japán. De jöhet, nem tudom honnan, Tahitiről is. Urdu nyelven is lehet végigtolni az egészet. Csak higgyük el, hogy az urdu. Nem baj, ha nincsen benne egyetlen urdu szó sem. Igen, na mi lesz ezzel a mendével? Rájuk csörgünk egy pillanatra? Hát... Az ABC a Mendén, a mendei polgármester. Ezt hívjuk fel az ABC-t. Ezt nem tudjuk. Ezt már többen megírták. Sokan írják. Ezt lehet, hogy az írta, akinek van ott egy ABC-je, és nem megy olyan jól. Igen, és, tehát, hogy ezt nem tudjuk. Nem tűrhetjük, hogy hallgatóink százai ezrei állnak ott minden nap a dugóban reggel. Azt derítsük, hogy miért áll, mert most azt írják, hogy igen, az ABC-be beálló kocsik kilógnak az útra, plusz a rendőrök nem irányítanak jól. Biztos, igen.
Hát azt, ezért azt meg lehet oldani, nem? Hogy na, mendejek, írjátok meg nekünk, sűrsápiak, mi a baj Mendével? Hónapok óta kapjuk az SMS-eket, hogy órákat álltok ott, és nem juttok be a gyerekkel az iskolába, óvodába. Írja meg valaki objektíve, hogy mi a baj. Jó? Hm. És akkor megnézzük, hogy tudunk-e valamit vele kezdeni. Így van. Oké? Okay? Így van, de mondom, nem ér mindent a polgimesterre, meg az új ABC-re, meg a régi ABC-re kelni, mert nem tudja, lehet, hogy egy független jelölt írja az eget. Aki szintén szeretne. Így van, nem akarjuk a polgit bántani. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi az. Nem tudjuk, hogy mi van. Majd kiderül. Megpróbáljuk kideríteni. 2 perc, pontosan 7 óra, hatalmas baleset van Gödöllő belterületén a Dózsa-György úton, le van zárva az út, kerülni kell. Évi, drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Valamint azt nézem, hogy van még 2 közlekedési hírünk. 21-es úton Mátraszőlősnél az útfelújítás miatt furfangos tereléssel várják az autósokat az építők, csak óvatosan. 10-es út halott, mint mindig, és Szada és Gödöllő között ebben a pillanatban teljes út zár. Atya úristen, ez ugyanaz, amit mondtam, igen. A ember az M3, Szada és Gödöllő, nem? Hatalmas baleset van Gödöllő belterületén. Azt írta, ez meg Szada és Gödöllő között ebben a pillanatban. Hát ez a 2 sancos, hogy ugyanaz. Karikös elküldte nekünk. Na itt van, tessék, nézd meg! Mendén ismét 5 kilométeres a sor. Egy 40 perces út az Őrsi, 2,5 óra. Gyerekek! Ennek járjunk utána. Hát és oldjuk meg, mint a 10-est? Valamit csináljunk. Hát keressük valakit, aki kompetensebben. Ja. Jó? Figyelj, az, hogy 5 kilométeres a sor, azt csak onnan tudhatjuk meg, vagy azt tudhatja meg, akinek az elején meg a végén is van kontaktja. Igen, ahogy Jani is mondta, ez Mende mondta, persze. Oké. Okay. Ákos elmondja őre a híreket, aztán jövünk. Jó, 1 perc, 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 7 óra után 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és már is folytatjuk, kedd van. És már reggel 20 fok, tehát hogy így igazából nem lehet okunk panaszra. Jó idő van, és jó idő is marad. Egészen hétvégéig úgy látom, hogy akkor azért úgy elkezd beköszöngetni majd az ősz. De rossz lesz. Nagyon hát nagyon 22, igen. 15, 6. És azt mondják, hogy ónos eső göciteles. Nem, hát már egy picit jön a rossz idő. Szombaton már csak 23, vasárnap 20, szakadó eső 21. Tehát jön az ősz, megérkezik. Csendes kirándulós. Csendes kirándulós, így van, kicsit viharos, kicsit szeles. Kicsit akkor nem csendes. Göcitálós, ónos esős, jégesős, viharos, orkános. Úgyhogy ez lesz. Na, igazoltátok, a rendőrök Pápán a Vásár utcában Sanya küldte nekünk. Gödöllő és Szada között van a baleset, teljes útzár van. A Dilis férje informált, bocsi, küldte nekünk Éva. Emmert bevezető a Nagykörösi út befelé ismét az Ecseritől elesett, Marci küldte nekünk. Aztán aludni nem tudtam, ezért egy mitmond órára jelentkeznék. A pajkos ananász küldte nekünk ezt az SMS-t. Így van. Így van. Azt mondja, hogy... megoldom a csapcserét, ha megoldjátok a mendei dugót. Köszönjük szépen, mindjárt beszélünk a mendei dugóról. Budakeszi is minden nap halál, azért miért nem foglalkoztok? Kérdezi egy féltékeny hallgató. Mert minden problémát sorba. Nem tudunk megoldani. Megyünk sorba, így van. Egyébként Budakeszi nincs baj, Budakeszi csak sokan mennek. Lehet, hogy Mendén is ez a mindjárt utána, mert kaptunk infót, felkészültek vagyunk. Tisza híd előtt van egy baleset, és emiatt halad lassan a forgalom a régi 3-as főúton, és az M3-as Nánási kihajtójánál mérnek Budapest felé. Na, Mende, hát akkor beszéljünk erről egy picit, mert hogy hallgatóink százai jelzik, minden reggel segítsünk, és van, amikor tudunk, van, amikor nem. Megpróbáltunk rácsörögni a polgármester hivatalra, hogy keressük polgári Jenőt. De hát 4-1-8-kor még nincs bent. Igen, de nincs még bent. Hát szefi, 8-tól van hivatali idő. Szerintem a takarító nénivel... Hát a jó arcok lazák, és kapunk egy mobilszámot. Itt van. Ez igaz. A takarító néninek, ha megvan a polgármester úr száma. Figyeljetek, összeesküvés elméletek százalékaim ma reggel, hogy a polgármesteri a hegsütő, a polgármesteri a kolbászos. Azért nem veszik fel a polgármesteri hivatalban a telefont, mert éppen sonkás zsörgéket csinál. Igen, a polgármesteri a CBM. De jelentkeztek egyébként mendei lakosok, akik elmondták, hogy miről van szó. János. Van egy nagyon kedves haverom, Németh Jánosnak hívják, ezt csak azért mondom, mert tőle származnak az információk, a sűrűsápi lakos minden reggel a 31-esen halad át, szakavatot, és ő elmondta, hogy egyszerűen a 31-est már kinőtte az ottani forgalom, és
tény, ami tény, hogy van ott egy ilyen büfé, vagy közért, hogy nem tudom mi, ahol reggelenként megállnak a munkások, az az utolsó hely, ahol tudnak maguknak kaját venni, és hogy kisbe állkálnak az autóikkal, furgonjaikkal, mindenféle kis terautóikkal, nyilván ez is lassítja még a forgalmat, de alapvetően az a probléma, hogy egyszerűen túlságosan kicsi, túlságosan szűk a 31-es ehhez a forgalomhoz. Se több, se kevesebb. Kéne egy elkerülő. Na, ezt intézzük el most. Kéne egy elkerülő, és ott álltok, sokan mennek át gyalogosok keresztben, megáll, meg ott állnak ki a bolt előtt, ugye ezt idek hallgatók kibáldogálnak, de hogy igazából nincs olyan útfelújítás, amit nekünk ott meg kell oldani, vagy bármi, egy aluljárót kéne csináltatni, de hát azért azt nem tudjuk így most hirtelen elintézni, és akkor nem nyomkodnák folyamatosan a lámpát az átkelőt a gyalogosok, nem mennének át, és mehetne a forgalom. Erről van szó. De azt mondjuk, milyen boltnak a forgalma, kinek az a bolt, ki ez a bolt, meg kinek az érdekeltsége, szerintem ez nem fontos. Most nem jön a Polgi, a CBA, meg nem tudom. Lehet, hogy az övé, de hát ennek nincs hozzá, érted, ha az enyém lenne, vagy a Janié, vagy a Zsülé, az akkor is ugyanúgy lenne ott, tehát az tök mindegy. Meg egyébként hol nyisson közért a gyömrön? Hát meg nem rossz, gyömrő dübörög. Gyömrő dübörög. Azt kéne csinálni, hogy a legegyszerűbb megoldás, hogy a mendei gyalogosokat fogjuk össze, mert ugye az történik, hogy a mendei gyalogos egyesével ér oda, és megnyomja azt a rohadt gombot. Legyen egy találkozópont 6-kor, fél 7-kor, 3-4, 7-kor, 7-kor, tehát minden negyed óránként egy tali. És akkor lehet gombot. Tömeges átvonulás van, akkor ez tök jó. Át tudtok menni, egy perc. Menjen anyáznak most. Így az összes mendei gyalogos. Rohadjál te meg, Rákóczi! Rohadjál te meg! Megy héten gyaloggal akart. De egyébként ez a legegyszerűbb. És akkor lendüljenek át fölötte liánon. Vagy az is jó, de az baleset veszélyesebb, ez 7-kor átmész, és akkor 7:15-ig tudják az autósok, hogy nincs megállás. Nagyon jó. Igen, a munkásoknak pedig a feleségeik, barátnőik, párjaik csináljanak reggel szendvicset. Hát de akkor az nem jó, mert akkor viszont a bolt nem az. Megy. Ja. Jónak jó. 3-4-8-kor. Meg előző este a Parizert, meg a zsömiét. Parizer! De a borjú párizi? Hát azért abban, ha jó megcsinálják, az jó. Igen. A 600 forintosan lehet vitatkozni, de egyébként figyelj, a Parizert nem lenne tudom, rossz étel. Én szeretem, én a virsit is szeretem, ugye? Basszus, és közben hát azért közben. Igen, hát az olcsóbbnak híg a leve. Na mindegy, 3-4-8-kor megpróbálunk rájuk csörögni, jó? Ja. Itt van. Fölhívjuk azért a polgármesteri hivatalt. Hogy mondják meg nekünk. Nyugtassa meg a kedélyeket. Mi történik ott, és van egy Gyömrőn is üzlete a Polin. Nem akar esetleg egy építőipari vállalkozást is nyitni, ami elkészíten oda egy aluljárót, vagy egy felüljárót, vagy bármit. Igen, vagy egy sífelvonót, és akkor azzal szállítanak át. Az is nagy. Na, Gyömrőn is van CBA-ja a polgármesternek. De jó, mindenhol van. Az egész 31-es út az övé, és mindenhol van egy boltja, egy sörözője, egy CBA-ja, és két Aldia. És mert picit féltékenyek rá a Lázár fivér. Elmapolja a boltot. Sokkal több CBA-ja van. Na, viszont egy érdekes témával készültünk így 7 óra utára, ha nem haragszotok, felvezetném. Ja, parancsolj. Csak nyugodtan. Cak-cigi. Mert hogy ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem 8 órakor, hanem 9 órakor kezdődne a skóla. Ugye, és hát most a szülők nyilván felszíszennek, hogy akkor old meg te a gyereket, hiszen nekem 8-ra bent kellene, én ezt értem. De most játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, akkor ha 9 órára vagy 9-re kellene beérni a gyerekeknek. Ugyanis ma már kutatások bizonyítják állítólag, hogy a 9 órai iskola kezdésnek pozitív hatása van, jobbak a tanulási mutatók, és külföldön már nagyon sok helyen 9 órakor kezdik az oktatást, ami nem azt jelenti, hogy a gyereket 3-9-re kell bevinni, mert bevihetette 7:30-ra is, csak van ügyelet, nyugaton is az iskolákban addig játszanak, sportszakkör van, mindenféle dolog, és 9 órakor ütik föl mondjuk a matek könyvet. És megpróbálunk ennek egy picit utána járni, mert hogy felhívunk nem sokára egy alvásterapeutát, aki elmondja, hogy milyen biológiai állapotban van reggel a gyerek, és valóban lehet abban valami, hogy 8 órakor még nincs abban az állapotban az agya, egyszerűen egy félhetes keléstől 7-kor álmosan ül a buszon, 7:30-kor becsosszog, és még kicsit alszik, amit ha minden egy kicsit arráftolódna, egy későbbi pici lefekvés, egy későbbi kelés, és mondjuk 9 órás kezdés, akkor a gyerek pedig állítólag megérkezik agyban, fiziológiailag, csak logikus mindenhogy, és sokkal befogadóbb lesz, mint hogy 8 órakor ül álmosan egy 3-4 órás út után a kocsiban, nem tud koncentrálni, mert még egyszerűen fiziológiailag, biológiailag a gyerek még alszik. Hát igazán. És mondjuk ki az első órát végig is alussza. És végig is alussza, így van, nyugaton már állítok nagyon sok helyen kezdik 9-kor,
és sokkal fogékonyabbak, sokkal rövidebb idő alatt tanulnak meg dolgokat. Igazán nem akarom megtrollkodni ezt a gyönyörűen felvezetett kis köszönöm szépen, ezt most nagyon oda tettem szépen. Igen, szerintem nagyon szép volt. Ezt most egész jól volt, ugye? De mi van azokkal a gyerekekkel, akiket fél nyolckor lepattintanak az ügyeletbe? Majd ott állnak. Na de ezt mondom. Hogy addig ott pihengető. Nem, van, mert mondjuk egy ügyeletes tanár, nagyon sok ilyen alternatív suli van már addig, hogy sportolnak, pingpongoznak, játszanak, de vigyáznak rá. Tehát ő ugyanúgy korán fog kelni, akit fél nyolcra beraknak. Lehet, hogy korábban kell, de még egy óráig játszik, még egy óráig nem kell koncentrálni, még egy kicsit rohangál, halkar, akkor ül valahol egy zenét hallgat, magába fordul, olvas, sportol, és kvázi kicsit fölébred. Tehát nem az van, nyolckor már mozdulatlanul görnyed a színusz-koszinusz tábla felett. Meggyőztél. Adom. Tényleg. Adod? Adom. Igen, ez a színusz-koszinusz a vége, ez nagyon. Ez tesó. Hát valamit oda kell olvasni. Hát egyébként ettől már igazán hiteles. Én azt gondolom, hogy eddig is hitelesek voltunk, de ezzel a színusz-koszinusszal, igen. Na, várjál, és mi van, tovább maradnak bent akkor? Ugye egy órát elcsúszik az egész, mi? Tehát hatra mehetsz a gyerekért. Igen. Azt mondja egyébként egy alvásterapeuta, hogy na, nézd az SMK-s, hogy mennyi, hogy kötekszik ez a rohadt SMK-s, nézd, mert emiatt nem lehet átadni, hogy egyetlen jogszabály sem állandóan kötekszik. Az előbb is szép tarkai. Azt megmondja valaki, hogy egyébként minden iskolák nyolckor kell kezdeni, erre nem. Van. Nincs van ilyen jogszabály. Állítólag egyébként nincs ilyen jogszabály. Állítólag nincs. Csak ugye ez egy bevett sok évtizedes gyakorlat, addigra ér be a gyerek, addigra ér be a szülő, és akkor nyolckor elkezdik, de már egyre többen veszik át azt, hogy 9 órakor kezd. Na, de mindjárt meghallgatjuk ezt egyébként egy alvásterapeutától, aki dokiként elmondja orvosként, hogy valóban hogy épül föl a reggeli kelés a gyereknél, illetve milyen állapotban van a szervezete. Itt van dr. Hermánné Fogaras. Éva, hello Éva, jó reggelt kívánok! Hello, hello, sziasztok! Hello Éva! Na, hát gondolom te alvásterapeutaként támogatod ezt a 9 órás kezdést. Hát én abszolút támogatom, főleg a serdülők részére. Tehát az óvisok és az alsó tagozatosok ott még viszonylag rugalmasan, tehát ők még viszonylag rugalmasan tudnak alkalmazkodni a korai keléshez, de a serdülőkre rendkívül negatív hatással van. Tehát beindulnak a serdülőkori biológiai változások, ami úgy kezdődik, hogy a melatonin, ami az alvás kulcshormonja, az kb. Egy 2 órával később kezd el termelődni. Ezért a kisgyerekek, akik hajdan pacsirták voltak, hirtelen ilyen éjszakai baglyokká válnak. Ez kamaszkor? Tehát, hogy nehezen alszanak el? Ez a kamaszkor, így van. Ez körülbelül olyan 11-12 éves kor körül van. Egyszerűen nem tudnak elaludni 10 óra előtt. Tehát ők hormonálisan már alvás szempontjából felnőttnek számítanak, de az alvás szükségletük szempontjából pedig még gyereknek ugyanúgy 9 óra alvásra van szükségük, mint tehát 10 és 16 éves kor között a 9 óra alvás az kötelező lenne. Na most nem sok olyan serdülő van, aki mondjuk este 10-től reggel 7-ig tudna aludni, ennél előbb viszont nem lehet egy serdülőkorú gyereket lefektetni, mert biológiailag nem elég érett még rá. És ez az oka annak, hogy a civilizált világban a serdülők 80-90%-a krónikus alvás hiányba szenved, és ennek minden rendkívül sok negatív kockázatát viseli. Mikortól fog az agyuk, vagy mikortól indul be mondjuk egy kicsinek, egy elsősnek, egy másodikosnak, vagy egy kamasznak az agya a legjobban? Reggel. Na most nyilvánvaló, hogy ahogy mondtam, az alsó tagozatok sok, ők viszonylag rugalmasabban kezelik a dolgot. A kamaszoknál egészen biztos, hogy a 8 órai kezdés korai, tehát a figyelmük, mint az agynak az egyik működése nem állt még fel, nem tudott felállni. Tehát annak körülbelül olyan 9 óra előtt esély sincs erre. Nem véletlen, hogy az első órákat a gyerekek az iskolába átalusszák általában. Abszolút nem tudnak figyelni. De ennél sokkal súlyosabb következménye is van. Nagyon sok a kora reggeli baleset. Vannak országok, ahol már változtattak ezen, és áttették 8:30-ra vagy 9-re a kezdést. Lényegesen csökkent a reggeli balesetek száma. A gyerekek sokkal jobb kedvűek, sokkal motiváltabbak, sokkal jobban figyelnek az órákon, jobban működik a memóriájuk is. Tehát talán pozitív, derűs tinédzserekkel vannak tele ezek az iskolák. Aki nem alussza ki magát itt tinédzser korában, az ez a felnőtt korra is rá fog majd kifoghatni? Abszolút. Hát a felnőtt korát egy ilyen negatív életszemlélettel kezd. Tehát menj be egy budapesti gimnáziumba, az összes tinédzser lány feketébe. Tele vannak emósokkal. És nem véletlen, hogy hétvégén pedig elmennek egy kicsit füves cigizni, tehát krónikus fáradtságuk van.
De jó, igen, hát arra jó. Tehát nem biztos, hogy ez egyenes útodon. Egyébként ezt alá is írom, bocsánat, mert az én lányom ugye pontosan ebben a korban van, és 10 óra előtt őt képtelenség lefektetni, aludni. Hatalmas küzdelem minden este. De látod, biológiai magyarázata van. Hát egyértelmű, hormonálisan 10 óráig, a legjobb egyébként 11-től 8-ig lenne. De hát ezt meg sem merem említeni, főleg, hogy nálunk meg 7:30-ra, meg 3:48-ra kell gimnáziumba járni, tehát nekem az egyik gyerekem tavalyig 7:30-ra járt, most már hála Istennek egyetemista, reggel jókat alszik, a másik gyerekem pedig 3:48-ra jár. Egyébként azt mondod, hogy ez nyugaton működik, tehát ott már sok helyen 9-kor kezdenek? Hát 8:30-kor, meg 9-kor. Már a fél órának is óriási jelentősége van. Aha. A 9 pedig teljesen, tehát annyira pozitívak, és ellazultak a gyerekek, és egyébként az órákon is másképp viselkednek, másképp gondolkodnak. Tehát ég és föld egy olyan iskolában órát tartani. És akkor ez a kicsiknél is ugyanúgy kellene. Tehát ráadásul én azt olvastam, hogy nagyon sok szülőnek az problémát okoz, hogy 4-re odaérjen a gyerekért. Tehát, hogyha egy kicsit el lehet tolni, akkor inkább szívesen viszi be egy kicsit később, elmegy mondjuk 9-re dolgozni, bedobja 8:30-kor, de akkor lehet, hogy csak egy olyan 5:30-re kell odaérni, ami már kevesebb problémát okoz a szülőknek, mint hogy 4-kor valaki elhozza. Hát nem mindenki végez 4-kor a munkahelyén. Hát meg gondolj bele, hogy a reggeli csúcsforgalom Budapesten, hát azért szét lenne húzva. És van még egy óriási nagy probléma, amiről minden fórumon próbálok beszélni, a 0. óra. Tehát az szerintem egy bűn. Tehát ez nem tudom megszíteni. Az a 7-től az kegyetlen. És a kicsikre mi a jellemző? Tehát amikor valakinek ilyen elsős, másodikos, harmadikos gyereke van, mikor próbálja ágyba dugni? Mert mi például ilyen nagyon erőltetetten, 9 órakor leginkább egyébként önző szempontból, tehát csöndet akarunk a lakásban, de letetszük őket. Az jó, ha ilyen 9:30-kor alszik el a kicsi? Jó. Ki kell számolni. Egy óvisnak ugye 11 óra az alvás igény, egy alsó tagozatosé 10 óra. Ki kell számolni, és a szülő dönts el, hogy neki hogyan jó. Szerintem nagyon fontos az, hogy a szülőknek igenis legyenek önző szempontjaik, és szeretnének este egy kicsit együtt lenni. A kisgyerek az rendkívül rugalmasan alkalmazkodik. Ez serdülőkor, amikortól kezdve már nem tudnak úgy alkalmazkodni, biológiailag lehetetlen. Hát igen, meg ugye miről van szó? Tehát ugye arról is van szó, hogy ha korán teszed le a gyereket, akkor effektíve ugye kimarad az estéből. 8 órakor már megy a feküdj le gyorsan, ágyba. Pont a közös időből veszed el ugye az időt, mert korán akarod ágyba dugni. Ha nem kéne olyan korán ágyba dugni, többet tud a család együtt lenni, megélitek az együttlétet, 10-kor lefekszik, oké, de hogy effektíve tartalmasabb az együttlét, mint hogy már ugye elkezded gyorsan ágyba tenni. Több időt van együtt a család, viszont később kezdődik. Számomra ez nagyon szimpi. Egyébként. Hát ez egy főleg, kinek ennek... nem szimpatikus. Hát igen, talán annak, akinek mondjuk 8-ra szigorúan bent kell lennie, de az meg beadhatná ügyeletbe például, és akkor ott 8:30-ig sportolnak, vagy van egy tesi órájuk először. Például mozognak, így van, akkor lenne a tesi óra, ami egyébként a legjobb óra reggel. A tesi óra. Ja, tehát, hogy azzal kezdeni. Kéne kezdeni. Igen. Csomó helyen ezt csinálják nem már, hogy az első. Hmm. És mit javasolsz 40-es családos milfrajongó férfiaknak? Ők mikor kezdik a munkát? Meddig aludjanak? Mikor feküdjenek? Figyelj, egy felnőtt ember nagyon tud 10 óra előtt lefeküdni. De ugye mindenkinek, és egy felnőtt embernek 7,5 óra az alvás igénye. Tehát akkor számolját ki. Szerintem egy felnőtt ember 8-9-kor simán el tud kezdeni dolgozni. Tök jó, holnap. Holnap így kezdünk. Nekünk egy kicsit más, igen. Jó, még aki 9-kor kezd, az még előtte el tud menni futni, és akkor a lehető legjobbat tette magának. Hát én látom ezeket a reggeli futókat, és mindig egy halk ilyen ómot elmolok az ő érdekükben. Isten vagy. Le a kalappal, tesó. Tehát 5-kor indulok, vagy 5:30-kor, és ő már ott fut joggingba, érted? Fölöltözve fejpánttal, zenével a fülében, mondom. Hát ezt azért mondd el, hogy csinálod. Igen. És egyébként találkoztál már vele futás után? Futás előttem mindig majdnem elütöm őket, mert én még alszom. Mert kicsit előttem futnak. És akkor van egy ilyen meg nem támadás, hogy Bali Léci ne üssel. Nem találkoztam. Biztos baromi jól vannak. Te tisztelem őket, hogy ezért föl tudnak kelni fél órával korábban, hogy még fussanak. Hát fél óra alvás, vagy fél óra futás, egyértelmű, hogy azért. Ráadásul ott van a váluk, ami 30 méter légvezeték, meg mögöttük 2 rendőr, tehát hogy az egész ilyen nagyon sportos. Igen. Egy kiló burgonya, meg egy bicikli, amivel éppen nagyon futnak, nem le a kalappal. Éva, nagyon jókat mondtál, hát reméljük akkor ez sok iskola átveheti. Bocsánat, csak egy jogszabályi kötelezettség, nyilván te ezt tudod, hogy nincs igazából, ugye? Nincs, persze. Kötelező érvényű 8 órás kezdés. Simán megoldható lenne az, hogy 8:30-kor vagy 9-kor kezdődjenek az iskolák, és akkor a város egész másképp néz neki. Hát
az én gyerekem ahhoz, hogy 7:30-ra beérjen az iskolába, 6:40-kor indul. Solymáron lakunk, és nem a legközelebbi, hanem a második legközelebbi gimnáziumba megy. Hát igen, ugye a 8 órás kezdés hány órás ébredéssel jár, hát ezt is érdemes megvizsgálni, persze, persze, persze. Hát 6 órakor kell. Igen, meg az a rohadt időátállítás, egy óráátállítás, hát, gyűlölöm. Az a... Na, az a másik. Az a másik. Igen. Igen. Na, arról már még beszélhetünk. Jó, hát a sikerül eltörölni. Okay. Éva puszi, köszönjük. Hello. Hát nem, hát ez az óraátállítás is. Hát, hogy miért nem azt tekergeti, aki kitalálta? Igen, mindjárt októberben van. Ne megint. Is mond. Ó, de szép lesz. Előre szorolgok tőle. Fú, de gyűlölöm. Minden, mindenem megborul. Én már 40 évesen, nekem ne tekergessék az órát. Nekem ott már megvan. Mikor kelek, mikor fekszem, mikor kukorékolak, akas, érted? Nem? Azon gondolkodtam, hogy 9:30-kor le kéne feküdjünk aludni a 7:30 órához, vagy 9:00-kor. Este 9:00-kor megvan, hogy ledőlsz. Én nagyjából 10:00-kor egyébként alszom, de nekem ez nem áll össze a valóságtól. Én nem bírok feltenni. És akkor mi vagyunk a tatterek? Én nem bírok. Nem tudok lefeküdni, hát 10:00-kor fekszik a gyerek, 9:30-ra, akkor nem feküdjünk. Úgy nehéz, igen. Szia drágám, nyugodtan játsz, még apa megy aludni. És egy kis pizsibe egy ilyen kis csörgősípkával elvonulsz, tudod. Gyerekem így néz, becsoszok szapi hosszú pizsomátba. Szűrcsörgetve kis meleg mézes tejem. Biztos, jól aludj. Hát igen, igen. Ezt a marhasságot szerintetek hány átlagember engedheti meg magának a 8-9 órás munkakezdést? Drága hallgató, helyre tegyem? Szerintem engedd el. Engedem, jó. Erre a kis időre már minek veszítsünk hallgató. De akarom, nem akkor bírom megállni. Na jó, neki, ez a dolog a fiziológiájáról. Korlátolt vagy. Az emberek fiziológiájáról alapvetően. Az a baj, drága hallgató, hogy te korlátolt vagy. Azért, mert neked valami nem megy. Azért még lehet témáról beszélni. Nagyon sok más hallgatónak lehet, hogy megy. Vagy tetszik az ötlet. Vagy ő 9-re jár. Tehát ne legyél korlátolt. Ha valami ilyen témával te nem értesz egyet, ne költsél el erre 20 forintot, hogy elküldöd nekünk, hogy hülyeséget beszéltek, mert akkor 8. Lehet, hogy te 8-re jársz, sokan 9-re, és talán megtehetik, és érdekes erről beszélni, hogy milyen lenne 9 órakor iskolát kezdeni. Jó? Úgyhogy ne írjál hülyeséget, vagy írjál másnak. 7:30 pontosan 3. Hallgassák, Kossuth Rádió, Dankó Rádió. Na most ezt kellett. Most figyeljetek, mi nem értünk egyet. Tök jó kedvem van, tök lelkesen csámos. A szaréri rögatsz hülyeségeket. De most tényleg? Azért meg 8-ra járok, akkor mi legyen egy könnyűt. De most figyelj, kedves hallgató, most tényleg tökre örültünk neki, ennyire rápörög valamire. Miért? 7:30 van, basszus, máskor ilyenkor még itt alszik, mindenkit utál, semminek nem örül, amit a felesége elé tesz, mindenkibe csak beleköt, jön, megy, le se tolj minket, kint olvassa a pamlak, most meg, nekik már el. Örök, dolgozik, jó kedvű, hát most mit cseszegetsz minket? Hagyd el érvényes. Fogalmunk sincs, mi történt tegnap este, de örülünk neki, érted? 8:03 jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Ha nem szerettél, megszeretsz, mert nálunk mindent megtehetsz. Ma itt lesz, aki fontos. A bagázsen nem bejön automata. Bárhol a földön vagy idehaza. Ez a mi kettőnk feladata. Kívül nincs senkiben tele a ház. Olyan a buli, hogy a hidegáz. Kezek az égben, nem magyaráz. 2016 lehullik, mint a máz. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, Majka Curtis és az ők szuperszonák. Ez a dal. Ez nagyon a dal jó, címe. De ezt ismertem valahonnan. Ez egy YouTube, hát egy híres YouTube feldolgozás. Nagyon, nagyon híres. Na, nem holnap értem, kapunk megint egy e-mail. Vagyok. Azt olvastad az tegnap is léci, tehát hogy ne toljál már ilyen szofisztikáltabb. Gyerekek, mindig meglepődöm. Csak hagyd tegyek helyre egy dolgot, és nem hallgatok. Várj, időrendi sorrendben, akkor nem. Csak el akarom mondani, hogy mi rágtam be az előbb. Mert néhányan félreértették. Látom az SMS falat. Nyugi, mindjárt intézem. Na jó, köszönöm. A bajom az volt azzal az SMS-sel, amit írt a hallgató. Tőlük, akik még nem. Hogy ugye beszélgettünk egy almás terapeutával. Hova mennének már Feri? Nyilvánvalóan. És ő erre azt írta, hogy ezt a marhaságot szerintetek hány átlagember engedheti meg magának 8-9 órás munkakezdést? És én erre rágtam be, és ezt próbáltam helyre tenni, csak lehet, hogy kicsit elragadtam magam, hogy azért, mert valakinek nem tetszik egy téma, vagy ne ért egyet, az ne kezelje így, hogy ez egy marhaság. Egy doki beszélt, egy alvásterapeuta beszélt, egy csomó minden elhangzik ebben a műsorban, ami nem biztos, hogy egyezik a ti véleményetekkel. Sőt, én szeretem, ha tudunk dolgokra vitatkozni. De valaki így áll egy témához, hogy na ezt a marhaságot, ezeket a hülyéket, megint mit beszéltek nekem, úgyse tudjuk megoldani, erre járunk, az egy olyan rossz előítélet, amitől nem lesz jobb a világ. Ha beszélünk erről,
és lehet, hogy ez valakinek ott fönt bekattan, és azt mondja, hogy kezdjünk 9-kor, akkor lehet, hogy sokaknak jobb lesz. Lehet, hogy neked nem, de másnak igen. Ezt próbáltam helyre tenni az előbb, hogy ez nem marhaság, és ne legyen marhaság azért, mert nem olyan hangzik el, amit te mondjuk az életedben meg tudsz oldani. Ezért nem érdemes én SMS-eket elküldeni. Írtátok sokan, hogy mély Bali, most bunkó voltál, mert őt helyre tetted, mert más a vélemény, sosem baj a más vélemény. Ha valaki így kezdi, hogy hülyék vagytok, ezt a marhaságot kivel szélít erről, hát úgyse lehet megoldani. Az viszont szerintem nem jó. Igen, az idegesítő. Az viszont nem jó, mert attól lesz jobb a világ, hogy egy reggeli rádió műsor akár beszél egy ilyen témáról. Jusson eszedbe, hogy korán kelt, azért ideges. Na, hatra jár dolgozni, szegény. Tehát, ha te is aludnál, ugye, akkor nem lennél ideges. Na, a másik. Meglepően okos. A másik. Tőle. Hogy nézzétek meg, könyörgöm, ismerjetek meg minket, hogy nálunk minden humor. Ne küldjétek el, hogy ez egy Depeche Mode feldolgozás volt. Értsétek, tegnapi e-mail, csak beolvasom. Nagyon jó. Imádtam, és válaszoltunk rá, én sírtam rajta. Nem, smiley-el kaptam meg én is, egész egyszerűen elképesztő, ha megvan nektek, akkor nyissát vajonok, csak hogy milyen nehéz egyébként műsort készíteni. Megvan valakinek az e-mail, mert lehet, hogy... Ugye Harrison Fordról beszélgettünk, hogy itt van Magyarországon, és hogy ez milyen fantasztikus dolog, és hogy hát a filmjei. Hogy mi mit kapunk? Hogy mit kapunk SMS-ben minden nap, hogy miért rák be néha az ember? Az egy dolog, hogy kénytelen vagyok minden nap titeket hallgatni, holott inkább hallgatnám a harangokat, hogy értem szólnak, na mindegy. Ez is megér egy misét, ugye? Igen. Hogy... Mi ugye Harrison Fordról beszélgetünk, és arról, hogy milyen vicces lenne egyszer Harrison Forddal összefutni, és azt mondani, hogy nagy voltál a Star Trekben. Mert ugye tudjuk, hogy miről van szó. Aki ért bennünket, is ismét miről beszélünk. A harangok értem szólnak, mindegy. A lényeg, hogy Harrison Ford az életben nem játszott a Star Trekben, tudjátok, az a Star Wars volt, és ráadásul én még sci-fi rajongó sem vagyok, és még így is képen vagyok, de csak egy, ez csak egy a sok szánalmas ízléstelenkedéseitekből. Egy szó, mint száz, tegyétek szebbé ezt a világot, és halljatok meg. Vagy legalább némuljatok már el. Erről is köszöntöm, tisztelettel és örök utálattal, Krisz. Tehát, hogy valaki azért, mert nem érti a humort, berág, ír egy e-mailt, a halálunkat kívánja, hogy konkrétan halljunk már meg, dögöljünk már meg, üssön már el bennünket valami, de legalábbis takarodjunk el az éterből, mert egyébként Harrison Ford nem a Star Trekben volt, hanem a Star Warsban. Hát ez volt a humor lényege. Szóval, hogy és ennél még komolyabb e-mailek és SMS-ek jönnek minden nap. Néha ezt egy picit nekünk is kezelni kell. Néha kiborul a bűnés helyre tenni. Valamikor írunk egyébként választ e-mailekre. Erre nem lehetett. Mit láttam, tehát, hogy így... Mondjuk tényleg, ha egy munkahelyen van, 6-tól akár dolgozik, 8-tól, és a munkahely nagy többsége bennünket szeret, akkor ő tényleg úgy hallgat bennünket, hogy utál. Érted? Hogy akkor valóban az van, hogy te nincs, nem tudsz fülest hallgatni? Aha. Vagy fülesen keresztül, Krisztián? Vannak kiváló minőségű viaszos füldugók, én is ezeket használom. Vagy valahogy hoz meg. Én tudom ajánlani, semmit nem hallasz. Ez egyikben a legdurvább, amikor tényleg te utálsz őket, a halálokat kívánod, de beírsz egy műsorra. Ez ugyanaz, mint amikor egy tévés cikket alá kommentelsz, és azt írod, hogy egyébként se nézem. Peller Anna egyébként egy nagy színésznő, de egyébként se nézem, mert sokkal inkább orosz íróktól olvasok és színházba járok. De ez a Peller Anna egy akkora színésznő, beírja mondjuk a nyerőpáros alá. Még hogy egyébként ez a kabát is milyen buta, de én sose nézem, mert egyébként, érted? És beírsz egy tévés blogba. De úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy igen, vakon botorkálsz a sötét. Csak Dostoyevskit olvasok, és csak a Vixi házba járok színházba, egyébként meg nincs is tévém. De azért a Peller Anna egy akkora színésznő. Meg ez a kabát is olyan, nem tudom, milyen ez a kabát. Nem? Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon tipikus, igen. Félelmetes. Na, azt mondja, hogy játszunk akkor egyet. Mit szóltok hozzá? Nyugtatásképpen. Jó. Na. Mehet. Egy mit mond óra? Hogy? Itt? Ki? Ja, nem, csak annyit akartam mondani, és természetesen az ilyen emberek miatt halloklik a lemezpiac is, értem. Ezért nem fogynak az Depeche Mode. Ezért dolgoznak fel a majkáik is, igen, YouTube. És nem Depeche Mode. Na, játszunk már is, itt van a hallgatón. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsitjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, Imi vagyok. Imi! Hello, Imi! Honnan hívtál minket, Imi? Budapest 13. kerület. 13. Erről van szó! Komolyan mondom, nincs más. Bár már nem nagyon lakom ott, de a szívem még oda is dobban. Elkötöztél? Hát figyelj! Menekülsz a bank elől, vagy mi az is megtalálnak? Próbálok. Ragadj, ne mondjátok el, hogy Velencén lakom, a Gyönyörűn. De még mindig?
Persze, maradunk is, kipróbáljuk a telet. Komolyan? Hát figyelj, miért ne? Befagyott tó, kirándulások ősszel, olyan nyugi van most, hogy elmentek a turistok. Tényleg? Persze. Meg is megtalálják éve, tudod, hogy a notarius tartozókat becsipelik. Nagyon sok van, pálistán vagy fönt, igen. Imikém, szóval 13, hát jó. Pontosan, ráadásul Ferivel még egyéb kötődés is van, ugyanis a párom vésztői. Én nem vagyok vésztői. Hát de mondja, jó Békés megye, hát igen. Na. Ja, tehát követed a Feri 13, úgy kigyorsul indultál vésztő. Onnan Békés megyéből hozott nőt magának, látod. Igen. Asszonyka van már? Most van, mondta. Van. Igen. Jó, hogy az asszonykán vésztő, azt hittem, hogy te származol onnan. Jó. Nem, öregen vagyok, hát 40 évesen nem hallok rendesen. Na, menjünk? Természetesen vágjunk bele. Mit szeretnél? Legyen a tárgy. Hát, tárgy? Igen. Jó, legyen a tárgy, indítjuk az órát. Figyelj, így szól. Gárdanóslap. Figyelj. Gárdanóslap. Gárdanóslap. Alsanadrág. Ennyi, na, hát ennyi, jól van. Most már erre a két hónapra nem változhatunk játékot, de ezt most már mindenki kirabol bennünket, mert mindenki tud mindent. Alsanadrág, ez volt a tárgy, így van. Fú, most nagyon örülök. Hát nagy török vagy. Uh-huh. Azt hallom hangodon. Én mi tipikusan belül robbant pesgőt, nem? Igen. Igen. Most aztán nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen. Én is örülnék, hogy a feleségem 20 éve mondja azt, hogy bugyi. Mármint az én alsónadrágjaimra. És egyszerűen nem tudom rávenni arra, hogy alsónadrágnak nevező őket. Jó, de te milyen bugyi vagy? Neked nem boxer alsod van, hanem ez a... De boxerbe nyomod? Nem ebbe a fecskébe? Most már boxert átálltam. Átálltál? És még mindig bugyizza. Mindig bugyizza. Ez olyan lekicsinlő. Néha húzok bugyit is, de akkor már tényleg nagyon kivagyok nyelvezve. De akkor viszont felhúzod a feleséget magas sarkóját is, és illegeted, billegeted magad a tükörölt egy boában. Igen. És akkor elő-hátul összecsippettem, és akkor csihi-sihi-siklik, hagyja a lukjak. Van egy ajándékcsomagod, küldjük neked. Jó, nagyszerek vagytok, kösz szépen. Köszi, drága vagy, buszíjuk az asszonyt, vigyázz magad. Csáó, csáó. Sziasztok. Hello. Szia! Szia. Akkor tényleg lent maradtok? Lent! Csak eladjátok a pecót, vagy mi lesz? Hát ott előbb egy beszélgetésre azért sok kell, hogy kerüljön, mert hogy úgy nem tudsz eladni valamit, hogy nem a tiéd. Ugye? De érted, mire gondolod? Hát egyébként elvileg el tudod. Tehát, de valószínűleg igen, ha annyira megszerettük már itt a 6 év alatt, hogy most kipróbáljuk azt. Tehát eddig, amíg nem kellett volna ugye nagyon sietni a gyerekek miatt az iskolába, eddig visszajöttünk Budapestre. Most, hogy iskolás lett a Panna, már második éve, most nyilván megkíséreljük. Tehát ezek vagyunk mi. Így egyébként pont most akartam mondani, hogy mi ma kezdtük el ezt a 9-re iskolába járást, mert 4-8-kor hívtam fel őket, hogy a szomszéd szólt, hogy még mindig ott áll az autó. Úgyhogy mi a helyzet? Semmi, elaludtak a francba, azt mondta Béka, majd beérünk, nem érdekes. De egyébként látok, hányra kell? 8-as, szigorú 8-as. 8-as, nálunk 8-as a kezdés, igen, illetve náluk. És optimális körülmények között mennyi időt értek fel? 40-50 perc fel. Ide Budapestre, felerő le vagy leerő fe. 40-50 perc. Viszont a srácok alszanak a kocsiban. Ennyi. Nyilván Pestre jobb lenne, azon gondolkodunk, hogyha Soma is jövőre iskolás lesz, akkor viszont lehet azon gondolkodni, hogy át mind a két gyereket oda, és ott így kerékpárútra ráengedett, 3 perc, ott vagy kicsim, szia, puszi, má elsőbe, szerintem. Nagyon bevelencisettek ezek. Én imádom. Biztos érnek a fővárosban. Novembertől már ugye nem is kell visszajönni. Úgy nagyon bejárni. Én nem azt gondolom, hogy nagyon nem kell korán kellett. Olyan tudod, milyen jó lesz, hogy süvölt a szél, és akkor esik a hó, és én csak ott ülök reggel. Aha, pont 2 hétig lesz izgalmas. Nem, másokkal több ideje lent vagyunk. Nem úgy értem, hanem hogy majd, ha nem kell munkába menni. Hát jó, nyilván találunk. 2 hétig jó. Találunk magunknak valami mást is, de nagyon-nagyon jó a dolog. Én megőrülök a fővárostól. Azt, hogy érted, éjszaka, hajnali 4-kor... Hajnali 2-kor. Na őszintén, hol laktál egy építkezés mellett? Igen, mert azért van egy alapzaj. Arabzaj. Na most te is migránsozol. Na most mi lesz a következő? Menjünk október 2-án kézen fogva. Ide is begyűrűzött a kampány. Már ott is az arabozás, meg a migránsozás, meg minden. Annyira lelaktátok a kiglit, hogy már nem akarja visszaelenni a tulaj. Igen, nem lehet vele mit kezdeni. Vagy agyonverlek. Akkor passzoljátok el a pecot. Hát miért passzoljátok? Az lesz. Ha bővíti a vállalkozást valamelyik sóhajtozós kislányot a környéken. Van rá igény állítólag, egyre jobban dübörög a 13. kerület ebből a szempontból. Tehát ugye ez előző hallgatunk, és ezért lakik ott. Úgyhogy ezt megoldjuk, és irányvidék. Én nagyon, nagyon örülök. Hát hogy be a szolgáltaidat? Hogy én... Hát bevéded.
Ja, hogy bevédem a kislányt. Pecót is adsz. Úgy is ráérünk 19-től, és akkor onnantól kezdve ez lesz a szakmám, hogy nőt védek. És én hajtom föl nekik a pacsikat, nem? Hmm. Oh, nem menjünk már tovább. Na jó, van, gyerekek. Én akartam. Gyerekek, menjünk el. Hallgatlak benneteket, kívülről nincs ebbe több, de maragszatok? Nem, hiszen jó? Te hoztad vissza a témát, azért nincs benne több. 4 perc, pontosan 8 óra szokott fordulni, ugyanez az érzés, csak mi felállunk korábban egy kicsit, és kimegyünk megsértődni. 4 perc, pontosan 8 óra jövünk mindjárt a hírek után. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-ben. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, egy jó kis Tupac dallal. Ma 20 éve, hogy meghalt Tupac. Lelőtték szegényként. Hát nem kell csúnyákat mondani az ellenfelekre és egyebek, ott gondolom volt azért keményebb ügy is ennél állítólag. Volt minden, igen. Volt keleti part, nyugati part, aztán ott egymásra feszültek a fiúk kicsit. Igen. Komolyan vették ezt a rapper életet. Hát ott rap háború volt, igen. Először Tupac, aztán ugye hát a Notorious B.I.G.-t is lelőtték. Ez kemény. Mind a kettőjüket. És a Tupac rajongó? Vagy tehát, hogy a Notorious lőtte le a Tupacet, és aztán a Tupac rajongó. Hát én nem ismerem nagyon az ügyet, azt tudom, hogy máig nem tudják. De hogy ki volt, ez egy szövevényes, hogy nem tudom. Azt tudom, hogy ez az East Coast, West Coast rapper háború ment ott nagyon. Nyugati part, keleti part. Tupac volt talán a nyugati. És ott öldösték egymást. Aztán utána ennek úgy vége lett. De hát nagy forma volt. Én legalábbis nagyon szeretem a zenéjét. Jó, hát az itt is volt a durva sztorik, érted? Gangsta gesztit. Igen, bum a fejbe, ha rossz vagy, haver, bum a fejbe, ez a szöveg, ami levelnek. Egy időben volt ez az Animal Cannibals versus Gangsta Zoli, meg a Dope Man, hogy hívják. Jó, de azt nem a kanibálok kezdték, a gangstaik nem szeretik a kanibálokat, mert ők ugye ezt a vidám repet csinálták, amit egyébként a kanibálok baromi jók, meg tök tehetségesek, mind a kettő iszonyat jó szövegírók, meg nagyon tehetségesek, de hát másat akarító lő, meg a bum a fejbe. Mindig ezt csinálták. Persze, csak hát ők voltak ugye a kigyúrt kemény gangsterebb képviselői, hát ők a kanibálokat ugye én kis csirkéknek tekintették, és mindig meg akarták ölni. De miért mindig ott vannak? Pont vasárnap láttam őket koncertezni, figyelj, ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt. Ugyanaz a lendület, a két bőgatyás gyerek. Én mindig mondom neki, és hát tökre értem meg nagyon, csak ezt a bőgatyát meg bőpólót, ezt most hagyjátok el, bár most összefutok a Ricsi vagy a kukával, nagy buli, nagy parti arcok, meg rettenetesen tudnak bulizni. Chris Cross is már nyugdíjas, ott hamar van tényleg. Tehát legalább ezt a bőgatyát, meg ezt a pólót hagyjátok el, meg a szemenapos baseball sapkát, léci. Azaz Léci, nem áll a Sprite-os, nem tudom, de komolyan srácok, tényleg. De hát, imádom őket egyébként. Igen. Jó, hát figyelj, volt ott East Coast, West Coast, Notorious kontra, ugye, nem Tupac-e, amit te is mondasz, itt meg azért egy Animal Cannibals kontra Döglégy, vagy Döglégy kontra Geszti. Tehát de itt is voltak nagy rákháború. Csak pény nem haragudott senkire. Pény mindenki szerette. Igen, pény mindenki szerette. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak, vagy éppen iskolába cipelik a gyereket. Autómosó előtt a Keresztúri úton a 10. kerületben az Őrsvezértér felől érkező oldalon most készülnek egy bordoskoda fábjából mérni. Trafi Újfehértón a 4-esen, a Sakáltanyánál három lábúval Amerikai Nyíregyháza felől érkezőket, Sajtoskál közelében személyautó szaladt egy buszba, esélyes lesz itt is a dugó. 33-as főút Poroszló Tiszafüred között teljes útzár, még legalább 3 órán keresztül, már 2 óráig dekolok, kerülni Kisköre felé le. Hegyeshalomnál 3 kilométeres a Zsolti köszi, hogy elküldted, és Solymáról a bejutás második kelet felé nagyon sok türelem kell, napról napra hosszabb a sor, ez pedig Tündi küldte nekünk. Mendét pedig megoldottuk, azért nem tudunk érdemben tovább foglalkozni a dologgal, mert nincs útfelújítás. Ja, nincs... Azt hiszem, hogy olvasol egy SMS-t, vagy egy e-mailt. Mendét megoldottuk. Ugye kiderült, hogy ott nem útfelújítás van, vagy nem kell semmit befejezni, egyszerűen az átmenő gyalogos forgalom és a pecsenyesütő, meg a CBA, akkor a forgalmat
bonyolít, hogy ott igazából bedugul. Bedugul. Ja. A dolog. Úgyhogy ott egyszer lassú. Nem bír el többet az út. Igen. Kerülni lehet egyébként, megnéztem a Google Maps-et. Hol? Lehet. A Mendéről? Sápról. Tessék? Lehet egyébként, van kerülő, igen. Hát átmész a négyesre, de hát az óriási. Mindegy, hát elmész egy ilyen sűrűsáv, nem tudom, kikerülöd az egész Mendei részt. Az előbb megnéztem, tehát itt elmész Uri felé, hát, és akkor igen. Ott úgy gomba, nem tudom, Péteri visszajössz, kikerülöd Mendét, lehet, hogy gyorsabb. De hát ezt az ott lakók nyilván biztos, hogy egészen jól meg tudják oldani. Hallottátok, hogy kitüntették azt a rendőrt, akiről mi beszéltünk a múlt héten? Igen. Mert ugye a szombathelyi nénivel ő olyan helyesen bánt, olyan türelmes volt, és hosszú hetekig, órákig, napokig magyarázta a néninek. Végre egy kitüntetés, amivel azonosulni tudok. Igen, ennek hatására nem fognak visszaadni hasonló kitüntetéseket, reméljük sokan. Mert hogy nagyon helyes a rendőr, ugye mi is bemutattuk a hanganyagot, hát nem túl jó a hanganyag, de hosszú perceken keresztül magyarázza a néninek, hogy miért kell mindenféleképpen megállni a stop táblánál. Birka türelemmel rettenetesen helyes módon, amit egyébként, hát ezt várod el egy rendőrtől, de kicsit közben sajnálod, hogy azért ez nem lehetett könnyű. Mert tudod, hogyha te vagy a szituációban rendőrként, és már 51-ére magyarázod, de nálam biztos, hogy elgurulna, nem? Agyom. Egy idő után persze, biztos, hogy feladod, azt mondja, hogy mama, hagyjuk, akkor menjen innen. De hát ezt nem mondhatod rendőrként, és annyira csodálatos a csávó, az a nyugodtság, az a erről is megvilágítom, néni, amarról is megvilágítom, kedves balesetet szenvedett, és próbálkozol, szóval tényleg megérdemli az kitüntetést, óriási harc. Én már az 5. percnél vártam, hogy a néni elővesz egy igazolványt, és azt mondja, Vargáni, belső ellenőrzés, ön átment. Igen, hát, simán. Ez egész egy teszt. Simán. Igen. Na, ha már teszt! Ó, gyerekek, ha már tudni akarom az igazságot, hogy álltok? Kicsit gyorsabban. Minden tudni akarok a tesztről, ami Rákóczi Jégnál elindult. A múlt héten felhívtuk BK-t élő adásba, hogy amerikai nő ugye egy éven keresztül szexelt minden nap a párjával, és rendbe jött a házas életük, imádják, szeretik az ott egymást, már majdnem váltak. Feri azt mondta, ide nekem ezt a kísérletet. Felhívtuk BK-t, és BK azt mondta, hogy ám legyen. Akkor még nem tudta, hogy mit vállal. Na, de őszintén, tényleg, őszintén. Tudomásom szerint a kis ablakon annyira kialacik a kutyogásnak a hangja, hogy a harcsák kijönnek a partra. Így van, igen. Bojlis pontyok kértek átrakoltatást a Balatonba, Velencei tóból, mert nem bírják tovább. Nem bírjuk az hajt. Na, őszintén, hát, nekem az van, hogy... Már hazudik. Hát veletek, ne mondj többet, hazudsz. Most nézd meg, mit készítettem. Be hozzá se nyúlok a géphez, csak megfordítom. Na. Most akartam segítséget kérni, mert ma jön ez. Tehát, hogy ez... Te nyomorod, senki nem csinálja. Ugye? Majd mindjárt fölrakjuk a Facebookra. Ez egy új pozíció, mert már mindenen túl vagyunk. Na, ez nyilvánvalóan nem igaz, de tartjuk a dolgot. Figyeljetek, az van. Esküszöm. De tényleg az van, hogy szombat... Esküdj meg az életemre. A te élet... Nagyon szívesen várnék. Jó, ha ez igaz, akkor a Janiéra. Esküdj meg a téveket, mind a 8 hallgatóját. Ne bánsd őket, ott vannak. Ja, tényleg, most ott van. És szombaton én egész nap dolgoztam, aztán elmentem még egy koncertet adni, és hajnali 00:30 hazaértem, és azt mondtam, hogy itt a vége, hogy én már nem. De hát egy jó asszony, ugye egyrészt minden megbocsát. B, meg hát tettestársa az urának, úgyhogy azon is túl vergődtünk. Ma vagyunk ott, mert tegnap este már a két gyerek azt mondta, hogy már pedig most ők apával akarnak aludni, mondtam, hogy gyerekek, nem lehet. Nem lehetne újra tévézni, igen. Apa. Kísérlet van, ne, és ő nem akarok elaludni, viszont ma nem fogjuk tudni megoldani, tehát ma úgy kell okosan, hogy lefekszel velük, hadd aludjanak el, és akkor utána átmászol a hitvesi ágyba. Ez van most. És egyelőre tudjuk tartani a dolgot, de megmondom nektek őszintén, hogy amekkora lendülettel bevetettük magunkat csütörtökön, úgy ez kezd alább hagyni. Tehát, hogy most már. De mondtam, hogy váltok. Hogy kicsit. Váltok. De tehát, hogy 400-at húzsz, vagy 400-at. Ha 400-at, akkor jövök, és átveszem a botot. Megértem, hogy abban a pillanatban, hogy az első elmarad, már dobom is tovább. Átveszem a botodat. A váltóbotot megfogod, és te már mész is haza, és csinálod. Ezt szerintem holnap reggel hozom be a váltóbotot most. Váltóbot? Azt érzem. Jó, leváltalak. Mert az eleje annyira jó, azt mondtam nektek a csütörtökön. Nézd a Viki fejét, nézd. Jó lehet, Vikicsim. Viki, hát végre, mi jövünk. Figyelj, Viki, 2-3 nap az jó. 2-3 nap az jó, utána egy picit majd. Ezt, ha ki tudod vitelezni, a két térdeplős megvan?
Nagyon már jó. Nézi, ismerkedjen. Tegyed föl, hogy valaki jövök. Csinálta már ilyet az életben. Tehát az első 2-3 nagyon jó, és aztán meg kötelesség szaga van, basszus. Az a baj. Tudod, hogy várod, meg jó, meg a szexhez semmi baj nincs. De hogy tudod, hogy ami jó volt az elején, hogy tudod, hogy ma este szex, és az mekkora lesz. Nyűk, most azt érzed, hogy... Mennyi már aludnál. Hogy nagyon jó, meg szeretem is, na, de már most 5-5 gyére. Uh-huh. Hogy csinálta ez az amerikai nő egy évig, gyerekek? Mondjátok meg őszintén, hát ez igaz ez a cikk. Fog összeszorítva. Le a kalappa. Az nagyon nagy meló. Fog összeszorítva. Ez a UX támogatásával. Egyetem, mi az, ami fél év alatt már nem indul el csak egy év alatt? Tehát ez hogy van? A nyár elválasztás. Azt mondta, hogy 3 hónapig volt neki rossz, és utána viszont határozottan jó volt. Azt tisztán látszik, hogy mi 3-an se fogjuk végigvinni. Tehát váltóban se fogjuk a 3 hónapot letolni. Ez szinte biztos. Hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. És mondom neked, hogy arra viszont készüljetek, hogy ugye Béka, ahogy beszélt erről a dologról, onnantól kezdve bárhova mész, mindenütt az van, hogy na... Na. Igen, hogy állunk? Hát figyelj, ez már éke, már kicsit kezdem. Kellemetlen? Nem veszem át. Lehet, hogy nem veszem át a váltogatot. Kellemetlennek nem kellemetlen. Szerepatikus, mikor átkacsint, hogy na, és valami kis rinocéroszagyor, valami kis orszarvú port. És tudod, viszed a kis aszpirinet, valami, hogy állunk. Jó. Tudtuk, hogy ezt fogjuk vállalni, úgyhogy ez nézzük meg, ketten meddig jutunk. Ja. Vagy aztán majd, amíg Jani akar beszáll, egy ilyen 3-as váltó, de én átveszlek. Már nem téged, hanem én is lelátózok. Szurkolsz, én átveszlek. Jó, én átveszlek. És aztán meg meglátjuk, kihajózunk mi is. Kicsi, hívd a kozmetikusodat. Hívd a kozmetikusodat, ma meglátogatlak. Ja nem, ma még nem látogatlak meg, mert hogy még Feriéknél tart a látogatás. Én elég régóta ismerem a Vikit, de most nem tudom eldönteni, hogy ez most őszinte vagy gúnyos mosolyog. Tudja, hogy ott fog megtalálni. Japánia vagy se. Én a Fogság című könyvvel a melkasomon szoktam mondani. Naponta fél oldal tudok elolvasni belőle, úgyhogy... Okosodjatok abban, hogy ugye a két gyerek most már nálatok is szociális intézményben van, iskola meg bölcsi, hogy a délutánt tenni a randevúnak a időpontjára. Tehát ne lemondod a tenni. Ezt akartam mondani. Ne lemondod a teniszt. Azért mindennek voltál. Azért érted. Nem, nálunk ez esti mulatság. Én nem csak vagyok este. Ez a délutáni madár. Nekem az olyan fura. Vagy csinálj belőle sportot és reggel, kezdés előtt. Hülye van. Normális vagy. Hát nem tudom, mikor is fél 5-kor szól az óra, vagy még előtte, hogy gyorsan. Na, most 4-kor. Nem tudom, hogy a dobrádi örülni fog-e neki. Nem tudom, hogy lecsönök valamit. Ne, aranyos gyerek az Ákos, de suta, úgyhogy. Lankétban, kezdes a nagy lapi. Aranyos, meg bírom az Ákosnak, tök jó, de rettenetesen sután teniszezik, úgyhogy. Na, de én nem úgy váltalak le, hogy lemegyek Velencére, hanem igen, akkor... Igen, mielőtt félreértítjük. Írják, hogy csak Ferit váltjátok, a szonyka marad? Nem, tehát nem azért, hogy kopogtatok. Feri! Feri! És a hallgatók itt vagyok a budi, nyisd ki az ajtót, add át a botot, váltalak! Te kijössz, én meg bemegyek. Most mondja majd az asszonykát, Feri, milyen tüzes vagy. Milyen tüzes vagy ma. Ráadásul mire leérni, lehet, hogy már sor lenne, aztán mondanak szép szállalatban, mészáros legyen. Én csak mondom a Békának, maradj hason, és fogom a tarkóját. Maradj hason. Ki lennék, beszélj Feri. Te vagy az, Feri, maradj hason. Nyomod bele a fejét, ne fordulj meg. Kapok a levegőt. Várj, tudok-e Feri is tenni? Ez ha tovább tagad, az már veszélyes. Micsoda? Gyerekek, vermák sisak, nem? Egy. Hétvégén ér pihenni, vagy az is munkanap? 20 plusz kupak, vagy? 20 plusz kupak. 20 plusz kupak. Munkanap, tehát nincs pihenés. Szombat, vasárnap. Mi újra? Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, így vagyunk most. Jó, ha holnap átveszlek. Most már kicsit várom. Akkor az szerda. Csütörtökre melegíts. Felkészül vadon. Felkészül a vadon család. Úgy érted, egy van benne. Csak mondom, hogy felkészül a vadon család. Nem. Muszáj, gyerekek. Meg kell nézni 3-as váltóba. 3-as váltóba meddig menjünk. Na jó, akkor holnap erre visszatérünk. Mire megy ki a játék felé? Sponzor kell? Mire? Miért? Ez egy év szex a Lukoil támogatása. Jó, nem rossz. Egyébként nem rossz. Kedves Lukoil. Igen. Akkor viszont kitartunk egy évig. Összecsengen a Márko neve azzal a törekvésemmel, hogy olajozott a működjenek a lógokot. Önök is minőséget képviselnek. Én is. Az, hogy szombaton van a Viki szülőnapja, holnap átveszlek, akkor legalább szombatig ki kell tartanom. Ez akkor elég mi a francot veszel neki? Viszont elég gyatra. Megvan az ajándék. Megvan az alcsi. Hát figyelj, szerdán átveszel, ha szombatig megyek.
De szombat előtt nem állhatok le, az milyen gyakran. Jó, pont a szülinapon leállok. Meg ha ez lett volna az ajándék, érted? És a gyerekek is ott állnak, azt várnak, hogy mikor bontsátok ki az ajándékot. Már odaadtam. Mi? Már ez lesz. Már megkaptam. Igen. Jaj, Balázs, ne túlozzál, csak 5 perccel kellene, előbb kellene. Írj egy hallgató. Na jó van, oké. Megyünk tovább, mert készültünk 8 óra utára is egy témával. Csak előtte egy mondat még, a gólöröm játékot sokan várjátok, mert hogy azt írjátok, Juli Robata van 9 után, ez így van, de lesz gólöröm játék is. 9 óra előtt jön majd a beugró kérdés, úgyhogy lehet készülni. Gundik, Szujók, és mindenki, akinek hát riporteri vénat a vénájában vér csörged ez, hogy így mondjam, lesz gólörömjáték 9 után. Jó? Viszont a téma, amivel készültünk, ez nagyon érdekes, mert hogy egy 44 éves budapesti nő, név szerint V. Melinda, ezt írja egyébként egy újság, szeptember 6-án ment takarítani egy biatorbágyi házba, de nem csak a por tüntette el, hanem ugye egy Ákos úr bemondta, a fali szével lévő közel 700 000 forintot is. Oh. A mellékhelyiség kukájába, WC-papír gurigába rejtette el a zsákmányt. És azon kezdtünk gondolkodni, és arról beszélünk majd a következő fél órában, hogy megtaláljuk azon hallgatóinkat, akiknek nagyon leleményes volt az alkalmazottja, a beosztottja, a takarítónője, esetleg ha van a babysittere, a kollégája, vagy szeretnénk annak utána járni, hogy kitől mit lopott már el az ő alkalmazottja. Ő ugyanis egyébként ügyes volt, mert hogy vécipapír gurigába rejtette a pénzt. Azt nem tudom, hogy nyitotta ki a széfet. Igen. Hogy nyitotta ki a széfet? Kérdés. Hát az volt, hogy takarítson ki kívül belül. De a széfet nem kell kitakarítani. Nem? De nyilván nem. Hogy úgy hagyta a tulaj? Vagy a széf előtt nem tette a pénzt? Próbálkozott vele, és egyik nap nyitva, másképp hogy. Ja. Vagy beütötte a 4-1 kódot, és működött egyébként. Igen. És várj, a gurigába hogy? A belsejébe belegyömöszölt, mint én 200 000 forintot így összetekerve. Összetekerte, igen. Így van, összetekerte. És azt tette be a táskájába? Uh-huh. Igen, igen. És azt lehetett feltűnni. Elviszem a szemetet. Vagy azt dobta ki, azt tette be a szemetes zsákba, és azt vitte ki, és aztán kint kivette. Egyébként az 1-2-3-4 az egyáltalán nem olyan valóságtól elrugaszkodó dolog. Nemrégben, vagy mit tudom én, mikor már olvastam egy ilyen felmérést arról, hogy hányan adják meg még mindig pinkódként ezt, hogy 1-2-3-4, mert hogy egyszerűen lusták megváltoztatni bármilyen másra, és megdöbbentő eredmény jött ki. Tehát, hogy tényleg több tízezer. Hogy ez a kódot, egy kettőre megy, vagy négy darab egyes. Mikor szállodába megyek, és ott berakok valamit, nagyjából ez a kódom. Nem. Otthon lehet egy kicsit bonyolultabb lenne, mondjuk 2-2-2-2. Otthon szerintem azért egy kicsi időt ráfordítani. Na, például Lacitól úgy lopott a takarító nője, Laci ugye mi szerkesztő, hogy ő úgy érezte, hogy egész egyszerűen mindent el kell fogyasztania, és nem csak lopott, hanem például megette a fogyi tablettáit Lacinak. Tehát, hogy rácokott a fogyi tablettájára Lacinak, és Laci azt vette észre, hogy folyamatosan... Hogy orpad az arcba. Egyrészt elfogynak a fogyi tablettáim, amit aluljáróban vett egyébként a román dílerét. Nem volt jó, milyen jó tabi lehet. Kettő, a takarítónő megette a fogyi tabikat. Tehát ő azt mondta, hogy ő nem bízza ezt a véletlenre, nem viszi ki zsebbe, meg nem ellopja el az egészet. Egyesével rászokott a fogyi tabira. És csúnyán kiszörösödött, ami Lacinál mondjuk nem annyira feltűnő, de egy nőnél végül. Na jó, de elmész valahova takarítani. Oké, hogy mondjuk a hűtőből megeszel valamit, vagy rájársz az ételre, de látszott valami ismeretlen eredetű vitaminszerű készítményt, és azt bekapdosod, ezzel is meglopva a tulajdonos. Hát azért ez elég piti. Hát nem? Piti, de nem hát... faggatta ki a Lacit előtte, hogy aztán Lacikám, mi a baja ezzel a sok gyógyszer minek? Vagy Laci elmondta, hogy fogyókúrázom. Gondolom, Laci elmondta, hogy azon óvatosan, azok drága fogyitabik. Ja, hallott, hogy drága fogyitabik, és megzabálta az összes fogyitabit. Lehet, hogy aztán beállt nála a fogyás, és ledobott egy 10 kilót, nem tudom. Jó, de nem volt kövér. Ez a pici, ez nem fér bele. Hát én, hogyha takítónő lennék valahol, akkor én is lehet, hogy a gyerekszobába rájárnék ott az adventi naptára, vagy ilyesmi megeszegetném ott a csokikat. De természetesen a végéről, hogy a gyerek ne jöjjön rá. Ti nem csinálnátok tesztet, ha vennétek föl takarítónőt? De. Szerintem az lenne az első, hogy mit tudom, egy ilyen véletlenül leesett ezres például az ágy alatt, hogy azt úgy ott hagyod. Nem szoktak ilyet csinálni? A takarítónők mielőtt felveszel. Ez van egy ilyen test, és akkor vagy elindítasz valamilyen videókamerát. A részfülbe való. Például, mert azt figyelj, nyugodtan, és akkor csak annyit mondasz, hogy köszönjük szépen. Hamis igaz gyöngy. Igen. Mi a Laci gondolt arra, hogy bekamerázza?
Csak aztán ugye megtalálta a táskájában, mert hogy Laci is lopni akart a takarítónőtől. Nem, de Laci gondolt, hogy feltakarít az emelet, addig ő meglopja a takarítónőt, és így megtalálta a táskájában a takarítónőnek a fogyit, amit. Nem, egyébként ez egy jó megoldás, hogy beraksz egy ilyen wifi-s kis kamerát, és látod, hogy mit csinál, ha esetleg valakinek van takarítónője, vagy babysitter. Hát azért ezek érzékeny dolgok, de ugyanúgy a munkahelyedet is bekamerázhatod. Hát nagyon sok olyan vállalkozás van azért, ahol látják, hogy mit csinál az alkalmazott. Na, drága hallgatók, hát írjátok meg nekünk, keresjük meg a legleleményesebb tolvajt, idézőjelesen nyilván. Ki volt az, mit csinált, mit lopott el, hogyan csempészte ki a szajrét, hova tette be, hogy rejtette el, és mennyire volt leleményes, mennyi ideig csinálta, és aztán hát ha ezt forintosítjuk, akkor mennyibe került nektek az illető. Jó, és ezt hogy írjátok meg rá? Nekünk. Igen, illetve hogy jöttetek rá? Óvszert találtatok a kígyóborkára a hűtőben. Abba mi, arra várjál, ott ki mit lopott el? Ott mindenkinek gondolnád. Hogy hozta ki a boltból? Hogy jutott ez eszedbe a lopás témáról, hogy óvszert, tehát hogy próbálok a te agyad a gondolkodni, hogy ki mit lopott el? Hova tette az uborkát, kedves elkövető? Egy uborka óvszer, értem a szexet a lopás közben, de hogy ki mit lopott el és hova tette? Az a baj, hogy ez a gondolat, mert ez Laciból indul. De mit, hogy most ezt rájöttem, hogy igazából ezt nem fejthetem ki bőven. És hogy a kamerázás is sem a takarítónőből indult ki, majd olyan. Nálunk a Taki néni a Jéger mackóra és az Unikumra járt rá, de azért szerettük. Jó, ha ezt tudod, az nem baj. Tehát a kicsit mindig fogy az Unikumból, akkor azt tudod, hagyod, addig az belefér. Na, írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki mit lopott már tőletek, melyik alkalmazottatok mit vitt el. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, drága hallgatóink, arról beszélgetünk, hogy mit csinált az a takarítónő, aki 44 évesen szeptember 6-án elindult egy Biatorbágyi házba lopni, illetve takarítani, de nem csak a port tüntett el, hanem a fali szépből kivett 700.000 forintot, és a mellékhelyiség kukájában WC-papír gurigákba rejtette a zsákmányát, kiderült, elkapták nyilván, és lopás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, hogy el is indították az eljárást. Viszont nagyon sok hallgató járhat hasonló cipőben abban a szempontból, hogy lopott tőle az alkalmazottja, vagy ha van, esetleg megengedheti magának a takarítónője, a babysittere, a bejárónő, az alkalmazott, az üzemvezető, a raktáros, a raklapos, ezt nem mondjam végig. A kamionsofőr, sofőr, az áruadagoló. Én már kibe vagyok. És vártunk ilyen SMS-eket, hogy kinek mennyire volt leleményes az ő alkalmazottja, ismerőse, kitől mit lopott. Hát egészen elképesztő SMS-ek vannak egyébként. Vajon egyébként a Biatorbágyi tulajnak mikor, hanyadik 20-asnál eshetett le a tantusz a klotyon? Ő is biztos csekkolja a WC-papírt. Hát igen, vagy mikor nyúlsz be a szépbe, ugye? 32 éves takarítósrác vagyok, 10 éve ebből élek, 15 lakáshoz kulcsom van, a többiek otthon vannak, mikor megyek. Egyik helyemen nekem kellett szólnom a tulajnak, hogy a hálószoba ablakpárkányáról pakolják le azt a kötek 20 000-est. Engem nem érdekel, kinek mennyi pénze van, annyit kérek, amennyi nekem elég. Sanyi írta, hogy ő akkor ezt nem loptál. Azért az is egy nagy buli lehetett, mikor a párkánya megtaláltál egy kötek 20 000-est. Igen. Nekem az életemet loptál a hithű katolikus tanárnő, megkérdezte, hogy minek is tanulok már évek óta az egyetemen, és akkor naív örömmel válaszoltam, hogy biológusnak, akkor egy perc néma csend után rávágta, rendben, de ugye tudod, hogy ez az egész hazugság. Kiléptem az egyetemről és terjesztem az igét, írja egy hallgató. Mi pálinkát készítő borászatban dolgozunk, ásványvizes üvegben lopjuk a pálinkát, írja Zsanett, aki őszintén bevallotta, hogy lop. Zsanett, tudunk hallgatni, ha küldesz belőle. Igen, nem köpünk be, ha küldesz egy jóféle pálinkát. De csak a kóser. Mobiltelefon szervizen dolgoztam, egyes kollégánk úgy tulajdonították el a telefonokat, hogy két fecske alsónadrágot vettek fel, és a telefont berakták a zacsi alá, úgyse tudták megfogni őket, hogy fémdetektoros kapun kellett átmenni. Miért a fecske alsó az a detektor hullámokat? Hát ez a kettő már egy kicsit vastagabb, nem tudom. Igen, vízilabdázunk. Alkalmazott az építkezésen megitta a megrendelő parfümjét. Hülye. Úgy derült ki, hogy büfögött, és érezni lehetett a levegő. A megrendelő kérdezte, hogy milyen nő járt itt, milyen illat van. Kellemetlen volt az alkohol, sajnos ez tudja okozni. Azért, amikor valaki jázmin illatot büfizik, nem? Igen. Egy kis levendulával. És annyira rá vagy csavarodva a piára, hogy ezt is szólt. Mit itt áll? G-veg, gin tonic. Igen. Na, az ex-anyósom takarítónőként dolgozott, öltönyöket lopott a fiának. Mi? Öltönyöket, hát elvitte a házigazda öltönyét. És neked nem tűnik föl, hogy van mondjuk 3 öltönyöd? De mindig csak egy hiányzott, mert elvitte, felpróbálta, visszahozta, nem szerintem jó. Szerintem tök ügyes, mert az öltöny pont nem tűnik fel.
Mert ritkában veszed fel. Ritkában veszed föl alkalmi ruha, és mikor felkínál egy vedd, akkor rájössz, hogy három öltönyödből kettő már nincs meg. Van egy hallgatónk, itt van a vonalban, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Gábor, hello! Szia. Na, tőled alkalmazott lopott? Igen, igen, pont így volt. A fitnessgépeket gyártunk, és szépen darabokba kivitte a fitnessgépet, de még raffosan, még a csomagolást is kivitte. Ne, lassítsunk egy kicsit. Tehát fitnessgépeket gyártatok, és ő darabokban vitte ki. Hát ugye, hogy kell, persze. Tehát valahol szétszette? Hát, ugye, mivel hogy gyártjuk, így a darabokban van, tehát nem kellett szétszednie, és így mindenhonnan egyet-egyet elvitte. Egy kis ezt, egy kis azt, majd szépen összerakta. De még csomagolást is lopott hozzá, csak ott bokott le, egy kedves barátomnak akart eladni a gépet. Aztán hülye. Ja, és akkor vissza is csomagolt, hogy ez egy vadi új gép. Hát így van, persze. De okos. És mi volt maga a fitnessgép? Tehát mi állt össze neki kint? De hát egy ilyen elektromfizom stimuláló gép. Tehát nem az volt, tehát jól rakt össze, legalább ennyi szabad, nem az volt, hogy elvitt darabukba egy futógépet és egy hátgépet rakott össze belőle. Tehát, hogy... Nem volt, ennyire rutinus nem volt. Tehát, hogy jól csinálta. Jó. És feladott egy hirdetést, és pont a barátoddal találkozod? Ezt jól látod, így van. Hát hiszen kicsi a kör, aki ilyet akar venni, úgyhogy elég hamar lebukott. Na és azt tudjátok, hogy ez volt neki az első, vagy lehet, hogy ez már a sokadik volt? De, ha jól tudom, akkor az első és utolsó, utána rendőrségi ügylet belőle, aztán ennyi. Tehát a csatton ott nem tudom elmondani, hogy mi lett belőle végül is, mert rendőrségi ügyletből, hogy záródott, ezt már nem tudom. De milyen leleményes darabokban kivitte? Okos. Leleményes. Mennyibe kerül egy ilyen fitnessgép egyébként? Hát ilyen 3 körül van. Millió. Az igen. 3 millió? Igen. Várj. Akkor ez egy futópad, gondolom egy komoly futópad, nem? Hát nem, ez nem futópad, ez egy ilyen izomstimuláló. Ja, izomstimuláló, bocsánat, mondtad. Azt a gép, fölveszed a kis ruhát magadra, és akkor gyönyörű szépen stimulál az izmodat, amitől szép erős leszel, és még vagy. Mm-hmm. És ügyesen kilopta, összerakta. Nem tehetségtelen egyébként. Igen. Leleményes volt, az mindenféleképpen nem a számlájára lehet írni, csak... Mennyi idő alatt hordta ki, nem mondta el? Ezt passzoljuk, ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjátok. Ha. Igen. Lehet, hogy a 10-et vitt el 2 év alatt, tudod, hogy azért nem minden. Igen. Kirúgtad nyilván, nem? Nyilván, hát muszáj volt. És azóta senki nem vitt darabokba semmit? Nem, azóta váltottattunk a rendszeret, tehát... Aha, tehát ugye ez mi is tanultunk. Ti is megtanultátok, amit meg kellett. A francia rudakra. Csak az nagy mennyiségben. Gábor, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szeretem, szép napot, sziasztok. Itt van egy másik hallgatónk. Szandra, hello, jó reggel. Sziasztok. Hello. Na, nálatok kilopott, és mit? Hát nálunk egy takker néni bácsi volt. A takker a takarító? Így van. És hát nagyon nőies bácsi volt. És egyébként gyönyörűen takarított, tehát le a kalappal előtte. Csak a demarkációs vonalat kellett húzni közte és a gyerek között, mert nagyon szerette az édességet. De hogy vettétek észre? Hogy vettétek hát, észre? Hát ez karácsony után volt, amikor a szaloncukrot próbálta kibontani a kiskorú, és sajt volt benne, tehát sajtkockát rakott bele. Na várjál, tehát ő visszacsomagolta a fán a szaloncukrot, és sajtot tett bele. Igen. És kiette a szaloncukrot. Nálunk nincsen a fán szaloncukor, pont ezért, hogy ne nézzen ki hülyén. Tehát egy tálba volt. És ja, egy tálba. És ő akkurátusan kiette, és sajtot tett vissza. Így van. Mert az egészséges. Azt tegye a gyerek. Azt tegye a gyerek. A szaloncukrot. Igen, de amikor mondjuk a lila tehenes... táblás csokiba például posztitot találtunk, az annyira nem mondott komolyan. Ráadásul milyen leleményes. Aha. Tehát posztitot tett, mert hogy az egyébként hasonló, vastag, olyan alakú, olyan alakja van. Tehát jó. És szóltatok igen, neki? Igen, utána csináltunk neki egy saját kis édestálat, úgyhogy megoldottuk ezt a kérdéskört, és mondtuk, hogy akkor ez a kiskorú, ez meg a tiéd. Igen, mert egyébként jól takarított, ugye? Igen, egyébként ugye hát az ember sajnálja, az ember sajnálja, mert ha jól takarítak, akkor közben meg nem akarod kirúgni, persze. Igen, egyébként semmi baj nem volt vele, csak mondjuk ugye nyilván a gyereknek lélelek körül, amikor kinyitná a szaloncukrot, és akkor sajt van benne. Anya, tudod, hogy utálom a trapistát. Nem, amúgy szereti a sajtot, csak mondjuk amikor az ember rákészül egy jóképű szaloncukor, és akkor sajt van benne, az annyira nem funny. Tehát azt így és nem ráadásul szeretni. Ugye nyilván a sajtot ő nem hozta, hanem azt a ti hűtőtökből vette ki. Természetesen. Egyébként marha jól megfaragta. És megfaragta ilyen szaloncukor alakúra, tényleg, amit mondasz, vagy csak berakott egy kis kockát? Nem, tényleg megfaragta. Tehát, zseni, az öreg zseni. Kockára vágta a sajtot. Megvan még? Megvan. Add már meg a szemet, átadjuk hozzánk, mert nálunk meg túl sok édesség van a gyereknek, tehát nálunk nem baj, ha felét lelegeli. Sőt, ezért kapná a fizetést. Felét csokiban, felét pénzben kapná. Nagyon szívesen elküldöm egyébként SMS-be, tehát ő tényleg nagyon cuki, csak ő egyébként el is mondta az elején, csak azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire. Előre tehát... szólt?
előre szólt, hogy ő nagyon szereti az édességet, de azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire. Tehát, hogy ezt a fajta kreativitást azért díjaztuk. Tehát... Igen, azért gondolom fura, amikor a gyerek húsvétkor keresi az ajándékot, benéz az ágy alá, és egy bácsi ott majd szólja éppen a húsvéti csokit, ezért ez úgy picit erős. Anya, itt van a bácsi az ágy alá. Köszi, hogy elmondtad. Puszi Szandra, ciao, hello. Az milyen öreg kicsit flamos, és megette az édességet. De? Leleményes volt. Sajtot csomagban. Persze. Ne legyen szomorú az a gyerek, hogy ott zörög az üres csoki papír. Nagyon jó, hát ének. Azt mondja, hogy tiszaújvárosi nagycég híradás technikával foglalkozik. Itt a női alkalmazott nemi szervébe dugta azt a telefont, ami egyébként a kezedben is alig fért el, és így próbálta kicsempészni. Ez Csaba írta meg nekünk. Pékséget üzemeltettem pár évvel ezelőtt, hát onnét mindent loptak. Egész rút gépsonkák sétáltak ki a hűtőből, és akkor rámertem kérdezni, megpróbáltak meggyőzni, hogy nem is volt benne. Gépsonka nem vettem. Volt, aki lelkesen mesélte, hogy náluk épp spagetti vagy mákos diós túros tészta volt az ebéd. Akkor már tudtam, hogy honnét van az alapanyag. Aztán másik hallgatónk azt írja, hogy exanyósom, ja igen, ez megvan, építőiparban elúsztunk, volt egy srácik, az ablakon dobáltak ki a rész csaptelepeket, fémhulladékot, hogy majd összeszedi, mikor nem figyelünk. Mi kimentünk, és összeszedünk, mikor ő nem figyelt, visszaloptuk. Mikor kiment, csak vakarta a fejt, nem tudta elképzelni, hogy hova tűnt, kidobott csaptelep az ablakon. Zalaegerszegi gyárban a telefonrészlegen a gyártósorról a csaj telefont lopott, nem a zsebében. Csempésztek ért egy másik hallgató. Nálunk a takarítónő a párom viszkét itta meg, és után töltötte vízzel. Csak akkor vettük észre, amikor már nagyon túlzásba vitte, és ijatatlan. De a viszkét vízzel? Hát az nem szerencsétek, hát, a teát főzi. Igen. A mi alkalmazottunk a felmosó vödörbe rakta be azokat a dolgokat, amiket el akart lopni, bevitte a raktárba, ott pedig a táskájába. Egy hónap alatt az összes csipketerítő eltűnt. Aki csipketerítőt lop, azért az is kemény, nem? Múlt héten a férjem munkahelyére jött egy szakács, második munkanapján elkérte az öltöző kulcsot, mondván lent felejtett valamit, ő azóta sem jött vissza, viszont oda akarik a gyűrűm és a pénze mindenkinek. Kiderült, hogy ebből él, volt már kamu meleg BKV ellenőr, és gyűjtött a baptista szeretett szolgálat nevében is. Nyilván bottal üthetjük a nyomát. Két napig ott bedolgozod, aranyoska vagy, és aztán jaj, lehagytam a mekkora ötlet. Már hogy nem követendő, de jó. Igen. Nálunk, mint utóbb kiderült, a takarító rendszerint a kocsit vitte el egy körre. A ház udvarából még mi nem voltunk otthon. Később már az üzemanyagra is rájárt. Csak elszaladok bevásárolni. Figyelj, ez jó. Egyébként kicsit megjáratta az autó. Hát, nincs ezzel baj. Meg lesz itt a slaggal a tankból. Négy hét alatt egy bankból sikerült kicsempésznem 8 mappát, 3 tűzőgépet és 35 ezer tűzőkapcsot, míg élek, abból többet már nem kell vennem, azt hiszem én győztem. Szép. Na jól van, drága hallgatók, köszönjük szépen az SMS-eket. János, jött! Hoppa, tedd ki! Én oda köpném. És ő is, az a baj. Az én a baj, oldalt. Hogy ő is. Mondtatok valamit? Valami baj? De valami rosszat csináltam? Nem, semmi. Valami itt egy SMS-en nevetünk a Janival. Egyszerre akadtunk rá. Semmi gond. Gyerekek, a kínaiaknál ez hagyomány, ez kultúra, tök hogy amit följön, azt nem nyeljük vissza. Nekem nagyon fura volt, mikor Pekingbe jártam, hogy mindenki köpdös az utcán, és elmondta az idegenvezető, hogy szóval gyerekkorra megtanulják, ami följön, ki kell köpni. Tök igaz. De ez nem Kína. Írjuk rá, ne edd meg, nem a spik. Mi van, kicsi? Most miért ráncolod a szemöldöködet? Hát tudod, hogy ilyen vagyok. Ő vele élsz, hát belepődsz meg. Ráadásul nagyon kultúremberként fogtam a saját bögrémet, és oda tartottam a szárvelé. Hát van, és szedek ilyen... Jó, nehogy véletlenül egyszer a bulígyunk. Hurutoldót. Na, ACC-vel keménye. Képzeld el, János, hogy jöttek hozzád, akik akarnak neked egy kicsit kedveskedni, de az előbbi felvezetés az nem nekik szólt, mert elmondtad, hogy gondolkozol, hogy mit csináljál november után. Hogy te majd akkor beállsz valamit sütni. Elmész, mit sütsz, rántottát, vagy nem tudom, mit, vagy akár gofrit, vagy kürtös kalácsot. Vagy te gofrit akarsz sütni. Gofrit, hát mondtam, ugye voltunk kint a Kincsenparkban, és hát akkor éppen ott volt egy ilyen nagy, hogy is hívják őket, Feri? Ezeket a mozgó... Gofrisütő. Gofrisütő, lángosütő, vatta cukros kolbász. Mozgóárok, hogy mozgó... Futrák. Futrák, na ez autentikus kifejezés. Futrákosok, és akkor láttam, hogy a gofrisok előtt állandóan akkor a sor van, hogy mondtuk is a gyereknek, hogy akkor bármi mást, egy nyokit. Apa, hagyjék egy gofrit, ott nagy a sor, egy nyokit. Csak egy ember áll. Egy tagliatellét. Szóval jött hozzád egy ilyen gofrisütős kis lakókocsis busz,
De nem a busz jött hozzá, hogy szia, én vagyok a busz. Ja, most keresem. A portán keresett egy golfrisütő busz. Mondtuk neki, hogy üljön le egy kicsit és várjon. Szóval jöttek hozzád, hogy beletanuljál egy kicsit a golfrisütésbe november után, hogy legyen jövőd, ha családi vállalkozásba akarsz golfrit sütni. Ez nagyon kedves. És várnak, hogy menjél ki, osz süssé gofrit. Úgyhogy menjél ki, osz süssé gofrit. Tésztát tegyed bele, itt vannak kint, magamnak, vagy nektek. Képzeld el, elmondom, mi történt. Bepakoltak egy komplett szettet, megjöttek egy kis lakóbusszal, vagy ezzel a food trackkel, kiraktak mindenféle zászlót, málahabot készültek, lazackrémmel, marakujával, rukkolával, és csinálhatsz gofrit. Egy marakujás gofri. Nem gondolták túl egy picit ezt a dolgot? Csomagolhatsz a családnak, vigyél szatyrot, vigyél papírt, csomagoljál be. Tudsz gofrit csinálni. Aha, és ha a legközelebb aranyat szeretnénk mosni valahol, akkor mi lesz? Nehezebb ügy ide terelni. Szóval arra gondolod, hogy te hírek meg a reklámot, egy kicsit menj ki hozzá. És akkor amikor kész vagy, mi a júli rovat előtt hozzad be azt, amit sütöttél. Jó? Nagyon szívesen. Én egy dupla csokis tejszíjabos baracklekvárosat kérek. Felírtátok? Jézus. Nem, ezt neked mondtam. Tejszíjabos baracklekvárosat, el fogom felejteni. De ez már a munka része, hogy föl tudod venni a rendelést. Feri? Én a lazackrémes rukkolásat kóstolnám meg, és utána pedig valami egész málnás, de sok csokolád és gyönyör el fogom ezt lefolytani. Jó, két rendelés, Zsülci. Ne, mondjál már valami mást. Az a lényeg, hogy összezavarjuk, más mondjál. A Zsül kér egy marakujás, tonhalkrémes körözött eset. Jó? Ez a három lesz. Oké, okay, jó. Okay? Jó. Két kóla, egy ásványvíz, két sajtburi és egy nagy sült krumpli majonézzel. Jó? Meg is vagyunk. Jó, és kártyával fizetünk, jó? Anna? Nagy krumplival adhatom. Lazac. És Viki is lazac, rukkolával. Lazac. Tehát három lazacos, egy barack krémes csoki is. Viki nem ehet, rukkolát nem ehet, tehát ő... Eperkrémes. Itt egy eperkrémes, én vagyok az egész eperes, csak mondom, jó? Akkor te két eperes, csoki is, lazacos... Nem két eperes, egy eperkrémes és egy egész eperes, nem ugyanaz, jó? És a három lazacosból az egyikben nincs rukkola, azt ne felejtsd el. Nincs fogad, Júli. Érted? Megkérdezem vissza, vegye föl a rendelést, tehát akkor három rukkolás, tejszíjabos, három rukkolás, lazac is legyen egy eperkrémes, meg egy dupla eperes, Zsülnek meg a mindegy, csak sokat haza csomagolva. Nagyon éhes vagyok. Jó. Uram. Irány a gofri sütő. Így van, felvettük a rendelést, hát akkor legyen szíves kifáradni. Mi pedig elmondjuk, hogy mi a gólöröm játékunkra a beugró, mert hogy van beugró. Tényleg. Van beugró, valaki jöhet velünk Barcelonába október végén, és hát sőt, mint több, ugye ez egy hosszú hétvége lesz, amikor is elmegyünk majd Barcelonába, ott vagyunk, városnézünk, és vasárnap este elmegyünk a Nou Campbe, és megnézzünk egy New Camp, Nou Campbe, remélem, jól mondom. Jó. És megnézzünk egy Barca meccset a Beko jóvoltából, mert hogy ők kivisznek bennünket a Beko Páhuéba. Bárkivel is játszik, ez nem érdekes, ott legyünk, az a fontos ebben, de szerintem már lehet tudni, mert ugye október 30. Október vége, így van, ez az október 30-ai meccs, aki nagy futballrajongó, meg tudja nézni, hogy kivel játszik aznap a Barca. Szerintem azt gondolom, hogy akár szereted őket, akár nem, ugye az a csapat ott van, de azért oda bekerülni az nagyon jó. Szombaton van a kiutazás, este nagy városnézés van, nagy vacsorával, másnap a mérkőzés, és utána hétfőn jövünk haza. Ennyi. Menő lesz, és Barcelona gyönyörű. Így van, nem kell barcadrukkernek lenni, viszont jól kell tudni gólörömöt közvetíteni. Ugye hallottátok már a tavaszi játékunkat, megmutattuk Miss Keddet és a nyertest, ugye pénteket. Hát ezt kellene valahogy überelni. Jó, a tegnapi nem volt erős. A tegnapi nem volt erős. De ez ugyanígy volt tavasszal is a hétfő fölvezetés, úgyhogy ma várunk valami igazítsen meg itt, valami nagyon szépet, valami nagyon jó. Valami gyöngyszemet szeretnénk találni. Úgyhogy a kérdés az, hogy melyik évben adták át a Barca stadionját, jó? A Nou Campet. Melyik évben adták át? Internetet lehet használni, aki nagy Barca rajongó tudja. De nem kell tényleg kifejezetten spanyol foci drukkernek lenni, tehát ha valaki Bundesligára esküszik és jól tud német focit közvetíteni, ők is játszhatnak, vagy ő is játszhat. De szép. Jó? De lehet nekünk ez egy Beckenbauer és egy nem mondjál még egyet, mert fociból hülyék vagyunk. Egy Böde Dani Garaba Beckenbauer összjáték, és abból is lehet gól. Tehát, hogy nem kell messzizni, meg nem tudom más Barcelona játékosokat mondani, jól kell tudni közvetíteni. Tehát melyikében adták át a Nou Camp stadion, ez a kérdés, és pár mondatot magatokról. Miért jönnétek, melyik focit szeretitek, milyen focit szerettek, és hogy közvetítetek. Jó? Ezt írjátok meg nekünk SMS-ben. Mondtuk már az SMS számokat? Régen mondtuk. 0-6-745-0-0-0-0 és megmutatjuk hármas ugrás is. Látod, Zsül? Nem a gofrira nézd meg, hogy fölébredt. Hogy fölébredt, majdnem elfejtettem. Mutatjuk a hármas ugrás beugrót is. Picsörög a zsákmány.
Ezt az utolsót, hogy utálom. De előtte viszont nagyon jók vannak, mutatjuk még egyszer. Csörög a zsákmány. Jó. Van benne. Próbálom összeszedni, de van. Megvan kettőt, én is tudok. Kettőt össze lehet tenni, írjátok, jó? Ha játszanátok, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Végre elértem azt, amit akartam, hogy egyedül vagyok a stúdióban. Már egy ketten Zsülem, de a mikrofon mögött egyedül. Kicsi süt, dolgozik serényen. A nagy meg ott tolálkodik valahol a szalonás alapanyagtál mellett. Úgyhogy gyerekek, itt kaja van, és mindenki kiviharzott, az a helyzet. Szóval elképesztően bélpokos csapattal vagyunk itt együtt. A János meghallott, hogy megkapta az ajándékát, a gofri sütőt, beállt egyébként gumikesztyűt, csattintott a kezére, és süt. A Feri pedig hát csorgó nyállal áll mellette valahol, és gondolom nem sokára közvetít, mert hogy mindjárt kikapcsolunk az Instán, ami kis drága Instagram oldalunkon nagyon sok exkluzív fotó és videó van arról, hogy János hogy készül rá erre a sütésre, úgyhogy érdemes bennünket Instagramon is megtalálni, lájkolni, mert hogy vannak fotók, amiket csak az Instagramra töltünk föl. Na, kikapcsolunk akkor egy rövid időre csak, hogy mi a helyzet. János, odakint, hogy vártok? Halló! 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 Na, mi van? Itt vagyok, figyelj, minden rendben van, most készítettem el Ferének a rántott húsosat. Olyan is lett. Hogy is, te rántott húsos. Gyakorlatilag nem tudod még eldönteni, hogy urológiai vizsgálatra jöttél el a Janihoz, vagy pedig tényleg ez itt gofrit fog csinálni, mert itt áll egy gyönyörű szürke kötényben, azt képzeld el, hogy mind a két kezén fantasztikus gumikesztyű, de a középső ujjai ki vannak gyújtva mereven. Ezt szerintem föltettük az Instára. Van az Instán, igen, hogy fölrakja a gumikesztyűt. Igen. Valójában ez nem kötény, hanem a Zsuzsi behozta az egyik topját. Csak leér a bokámig, mert ugye a magasságából kifolyólag ő ilyen. Figyeljetek, nagyon-nagyon pöpec az egész hely, és gyakorlatilag mindent lehet tényleg kapni abból, amit egyébként mondtak. Én azt gondoltam, hogy a fele poén lesz, tehát hogy ez a lazacos rukkolás vonal, ez valamilyen fantazmagória, de nem az. Ferének az előbb készítettem egy ilyet, szigorú a minőségi alapanyagokból, sok rukkolával, úgyhogy teljesen rendben van az egész. Megkaptad a csokisat? Én szerintem kértem rá baracklekvárt, és az lemaradt, mert én imádom a barackos csokisat, tehát azt tudod, akkor pótol léci, meg egy sorsat csinálj nekem is, illetve Zsülnek is küldj már valamit, mert szegényként itt ül és végignézte, hogy megeszek egy fél gofrit, úgyhogy hogy én nem is adtam belőle neki direkt. Rá, azt tudom, hogy nagyon éhes. A Zsülnek félretettem ide egy ilyen szürke zsákba. A csücsköket. Egy csücsköket. Van benne egy üres nutellás üveg is, azt majd valahogy hámozza ki belőle. Szóval még a Zsülcikére egyet, én egy sorsat, valamilyen rukkolás, ilyen kis parmezános, sonkás, lazackrémeset, illetve egy baracklekvárosat még nekem, ha lehet, akkor csináljátok, léci, jó? De aztán gyertek lassan, visszamegy a Gyulinak, meg jön a rovata. Jöjjön, meghallgatjuk kívülről. Júli is egyébként itt nyeldet le a nyálát. Egyébként Júli adta föl legjobban a leckét, mert ugye ilyen, hogy eperkrém nincsen. Egész eperek vannak, de eperkrém az nem nagyon van, úgyhogy majd nem tudom, hogy a Feri ráül és akkor... Makkal szétvesz. Az vagy konkurenciát csináltunk a helyi büfének, úgyhogy nem fogunk bemenni, hanem tényleg előre gondolva elindítjuk a bizniákat, és egy pici pénzalapot képzünk a ma reggelből. Értékesítsétek, persze, jó pénzért a kollégáknak. Jó, de jól áll Janinak, komolyan sajnálhatod, hogy nem vagy itt, gyakorlatilag odamész, azt az arcot, mondjuk tőle ez az egyetlen ember, akitől nem vennék semmit egy ilyen food truck show-n, a Jani, mert olyan szigorúan állít, hogy vagy megveszed a teljes kínálatot, és itt hagyod egy komolyabb pénzösszeget, vagy valami mással mész haza, de hogy jót nem kapsz ettől a férfitól, az biztos. Ennyi, meg picit magas a pult, és a homlokomnak tudják csak leadni a rendelést. Jó, oké, fia, a Julit küldjétek vissza, mert nekem most ő kell a legjobban, ti maradhatok, mert úgyse sokat tesztek hozzá ez a rovathoz. Ez igaz, meg az egész műsorot, és mi csak zabálni tudunk, meg bujálkodni. Így van, olyanok vagytok, mint a franciák, nem tudtok már csak zabálni, meg bujálkodni. Úgyhogy Juli, ha ott van, küldjétek be, hogy átbeszéljük a rovatán, aztán tőlem sütögethettek még, mert tudom, hogy nagyon... Elindult visszafelé. Sok mindent rendeltek a kollégák, azt gyártsátok le. Elindult és akkor... visszafelé a lazacos rukkolás Feriben. Jó, csináljátok a gólőrömre, azért majd gyertek vissza, jó? De csináld meg a rendelést, tehát amit már fölvettél, azt csináld meg, Feri, ha kapott, akkor jöjjön vissza nyugodtan. Jó? Jó munkálkodás! Vezetek ezeket hol? Merre van? Jaj, te puncs király! Mit adhatok vezérigazgató úr? Tessék parancsolni! Na jó, van, jó sütésfőzést! Jó?
Okay. És ne lopja aztán semmit, ne legyél olyan, mint amikor hozzánk átjöttél a múltkor, hogy aztán ki kellett pakolnom a zsebeidet az előszobában. Jó? Nem elvinni semmit, ami értékesnek látszik. Na cső, szevasztok! Juli, hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Na hát kicsit megfogyatkoztunk. Kicsit megfogyatkoztunk, de ez nem baj. Végre nyugodtan beszéltünk a hüvelygombáról. Így van. Megvannak még a piros pöttyök a makot. Emlékszel erre a reklámra, hogy tudod, miért jó, hogy elmentek a férfiak. Na, előtte gyorsan egy-két közlekedési hír, csak ha nem bánod, jó? Balaton keresztúri Selkút, KPM katasztrófa védelem végzi az igényes munkát. Nagy Kanizsa irányába mindenki figyeljen. Budapesti alsórakparton kiválóan lehet haladni, minden rendben van. Valamint azt nézem, hogy Peti vagyok, Szombathelyi Fagyis, nálam az alkalmazott. Ja, ez lopós SMS, jó. Újpest felüljár a motoros autós baleset. Torlódik Újpest felé, csak óvatosan. Gödöllő között szintén baleset, teljes útzár van. Szada és Gödöllő között egészen pontosan nagyon nagy baleset, teljes útzár. Sokan kérdeztétek, ez az oka a dugónak. És a Hüvösvölgyi út ismétel esett, csak úgy, mint minden reggel. Na? Hát figyelj, elvesztettük a csávót, nagyon jót, nagyon jót. Azt gondolom, hogy megvan, őt ma már nem látott, tehát mondj le róla. Egyszerűen imádja, ott sűrök, forog, mindenkitől kérdez minden. Kollégák már sorba állnak, de szépen lesz egy gyerekem. Úgyhogy Janit elvesztettük, keresétek itt az udvaron, hogyha akartok tőle vásárolni. Nagyon nagy, figyelj, imádja az alapanyagokat, nyomja be a tejszínabot a gofrit, szájába. Igen, nem tud enni csak maszatosan, tehát ez egy olyan kaja, nem lehet rendesen enni. Na, Juli, mit hoztál nekünk? Hello. Adásmenetbe törölted meg a szádat, jó? Nem, egy ilyen papír, egy ilyen papírban, mint az Ákos a híreket mondta, de reggel hetes hírek, úgyhogy ez már nem kell. Nem, nincs zsepi. Mi újság? Szevasztok, srácok. Figyelj, a reggel mondtad, hogy kiköltöztetek Velencére, nem most már ott vagytok. Uh-huh. Hogyha este meghajolsz, te hogy jutsz haza? Nagyon sokféle módszer van erre, például meg tudod altatni magadat valamelyik barátodnál, anyósodéknál, a kis szobát kitakarítottam, már nem a tiédnél, az enyémnél. Ez az egyik, másrészt nagyon jó a vonat közlekedés, simán még éjszaka is megy a vonat, tényleg? 30 perc, és utána valahogy hazagyalogolok. De honnan kéne hazajutnod, segítsetek? Hát, hogy a Pesten berúgok, azt kérdezte. Ja, érd, ja úgy, hogy hát, a Pestről a haza Velencére. Együtt jár nálunk, egy csomószor volt az napi renden, hogy esetleg kiköltözünk a városba. De mivel mindig ittasak vagytok, ezért nem vállaltátok be. Hát jellemzően nem csak nem én. Igen, mondtam Miró, hogy nem fog tudni, hogyan hazakeveredni, de akkor ezek szerint akkor az nálatok megoldott. Igen, meg nem az anyósod többet lát, mint a béka. Max ennyi. Hát nem, én azért nem vagyok részeg minden nap, csak minden másnap, tudod? Tehát egy ide, egy oda. Ez a hosszú távú párkapcsolat titka. Na mit hoztál? Srácok, amióta elkezdődött ez a rovat, azóta én nagyon sok furcsa, érdekes emberrel találkoztam, és nagyon sokan, sokféle furcsaságot mondtak nekem, de hát múltkor egy nagyon bizarr beszélgetésbe sikerült beleszaladnom. Még a nyaralás előtt van egy nekem egy régi ex-kolléganőm, akivel együtt dolgoztam annó réges-régen. Különösebben sosem volt vele semmilyen kapcsolatom. Volt, hogy leültünk az aulában, beszélgettünk egy picit, több kedves, helyes lány volt. A Facebookon láttam, hogy zajlik az élete, neki is születtek gyerekei. Egy ilyen nagyon helyes kis családnak tűnt, és nyaralás előtt egy pár héttel, vagy egy héttel felhívott azzal, hogy hát szeretne velem találkozni. Mondom, miről lenne szó? Mondta, hogy hát nem tudja ezt telefonban elmondani, de hogy üljünk le valahova egy kávé mellé. Ez biztos, hogy be akar szervezni. Na, és hát találkoztunk, megfutottuk a kötelező köröket, hogy kivel mi van, ki, hogy érzi magát, hogy vannak a gyerekek, mindenki boldog, mindenki sikeres. Gondoltam, hogy esetleg lehet arról van szó, hogy valami munkát szeretne, vagy valami hasonló. De neki, hogy ebben nem tudok segíteni. Lassan nekem se lesz. Igen. Pont most ezt veszted el éppen te is a munkára, csak más 30 emberrel együtt. De hogy mi újság van, és ő mondta, hogy hát ő amióta elkezdődött ez a rovat, ő figyelemmel kíséri, követi ezt a rovatot, és hogy ő mennyire örül ennek, és hogy higgyem el, hogy ezt a rovatot nagyon sokan szeretik, és hogy egy csomószor azokat a gondolatokat mondom ki, amit egyébként ő is gondol, és hogy pár héttel ezelőtt ugye volt arról, pár hónappal ezelőtt volt arról szó, hogy életközepi válság, és hogy még mennyi mindent szeretnék én például még megvalósítani az életben, és hogy mennyire félek, hogy kifutok az időbe. És hogy ezen ő is gondolkodott, és hogy neki van egy régi dédelgetett álma. Mondd, hogy ez a hárman egy. És azt gondolta, hogy mert hogy neki a Miró is nagyon szimpatikus. Wow! Yes! De jó! És hogy mit szólnék hozzá, hogyha akkor ő beszállna a harmadiknak hozzánk, mert hogy már egyébként erről is volt szó. És tudod, ott ültük a tücsöknek a teraszán, kevergettük a kis kapucsinónkat, és akkor ezt így megkaptam ezt a kérdést, de már ahogy vezette föl, már éreztem, hogy ugyanúgy, ahogy neked is, hogy ez lesz a vége, és vagy emelem, vagy szex, nem? Tehát ez már ugye, ez a vagy beszervezem. Ugye erre most mi a francok? Mennyi ideig dolgozhatok együtt?
Évekig dolgoztunk együtt, de különböző osztályon, tehát nem együtt egy asztalnál egyszer keresztülségben, csak úgy néha összefutottunk a büfében, itt-ott, amott, de ő látott, hallott engem, Facebookon néha egymásra írtunk, és ő látta, hogy megy ez a rovat, ő azt gondolta, hogy én egy bevállalós csaj. Egy rovatra rendelkező vagyok. Nőnek egy ilyen ajánlatot tenni, úgyhogy megvan minden esélyre, hogy jövő kedden ezt már újra hallod, azért az kemény. Nem? Ez a legkemény. Jövő héten ne hallgass a rádiót, nem erről lesz szó. Nagyon-nagyon fura dolgok találkozom napi szinten, heti szinten. Akkor mondtam neki, hogy hát mondom, váratlanul ért a kérdés, meg kérdés, de hát egyáltalán szóval, hogy ez a, hogy vannak a gyerekek, milyen a munka, mi lesz veled novemberben, beszélgetés után, egyszer csak rátért erre, hogy azon gondolkozik, hogy? Igen, én azt gondoltam, hogyha egyszer lesz egy ilyen alkalom, akkor az valami, nem tudom, nyaralásom, valami ünnepségen, kicsit becsicsentve valaki oda söndöldik mellém, de nem arról lesz, hogy ülünk egy teraszon, a Stefánia úton is beszélgetünk erről. Neki van családja? És jött a kérdés, hogy hát, és mondom, a férjed ehhez mit szól, vagy hát egyáltalán, hogy jött az ötlet, vagy mi a túró van. És mondta, hogy hát neki, hogy is mondja, a férje ebben nem szól bele, meg hát ez náluk különben se nagyon téma. Mondom, miért nyitott házasságban éltek, vagy ez mondom, azért fél. Nem, már nem élünk házasságban. És mondta, hogy hát igazából ő február óta nem volt együtt a férjével. Aha, mondom, ja, értem. Mondom, de mi az, hogy február óta nem voltatok együtt? Hát tudod, a két gyerek, meg a sok munka, meg hát nálunk ez már nem téma. Aha, kihűltek. Mondom, de hát mi az, hogy nem téma? Hát hogy tudtok úgy együtt élni, hogy február óta nem voltatok együtt? Hát mondom, nyilván nem az alfája, és omegája a szex egy kapcsolatnak, de hát hogyha nincsen, akkor az óriási probléma. Egyik nagyon stabilábbnak kell lenni. És azt mondja, hogy ó, hát ez nem probléma, hát nálunk ez már nincsen, de attól mi még nagyon szeretjük egymást, és nagyon boldogan élünk egymás mellett, meg együtt. Uh-huh. És hogy amíg házasságunk rendben van. Akkor mondom neki, figyelj, de hát szerintem, hogyha olyan nagyon rendben lenne, akkor mi most nem beszélgetnénk itt. És erről a beszélgetésről legalábbis a férjed legalább tudna. De hogy ez nekem nagyon fura. Na jó, hagyjuk ezt a háttérdumát, ez nem érdekel senki. Persze, nem kell most ezt megideológizálni, hogy jaj, de szörnyű volt, jaj, de szörnyű, igen, de aztán... Igen, jó, oké. Hosszan agonizáltunk arról, és aztán végül azért dől dugájába az egész, mert hogy összevesztünk azon, hogy neki mennyire boldog a házassága. Miután én mondtam neki, hogy ez a házasság, ez válságban van, hogyha február óta ti nem voltatok együtt, akkor ez probléma. Erre van is egy kifejezés, hogy ágyhalál. Tehát, hogy náluk ez abszolút beállt, és hogy ez már egy boldog. Ékezet nélkül sokan mondják rólam is, hogy agyhalál. Így van, agyhalál. Rám néz, ez inkább agyhalál. Szóval, amikor emberek úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek, és ők már úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek, de hát azt gondolta, hogy akkor ő ezt... Nem neki... létezik ez, hogy annyira, vagy mondjuk hány éves, ő is 30 valamennyi? 35, annyira olyasmi lehet, mint én. Vagy azon gondolkozom, hogy ez létezik-e, hogy egyébként meg annyira szereted a másikat, annyira jó minden, annyira jól működik, annyira egyfelé gondolkoztok. De... A szex meg belőle kifogyott. Nekem ugyanezt mondta, hogy hát higgyem el, hogy ez a párkapcsolat az abszolút rendben van. Csak ez az oldal lesz hiányzik. Én azon gondoltam, hogy egy párkapcsolat lehet rendben, és egy házasság lehet boldog, hogyha ez hiányzik az életetekből. Ez hát, mind a ketten le tudnak mondani, de érdekes módon mondjuk ő nem mondott le a csaj, mert ő ugye meg felé nyitott, hát, illetve hát a még megvalósítanak szerintem. Hát szerintem ez nem. És nem mondtad neki, hogy menjél haza apulsz, keresetek egy harmadikat, valami ráérős, vagy esetleg fizetős szolgáltatást, és akkor meg lehet csinálni a hozzá hálmas. Nem jön oda soha senki, Feri, hát mondjuk ezt akartam én is mondani. Ülök én is eleget, teraszom, meg kávézom, meg minden, soha senki nem mondja nekem, hogy vagy eleget, be lenne, hát vagy jönne, vagy valami ott lenne, vagy ott legalább ott hát nem. Meg valamit, vagy legyen, vagy süssünk együtt, vagy érted, hát te is ülsz egy csomó teraszon, én csomó mindenkivel beszélgetek, de... És semmi. Komolyan mondom, hát akarok egy rovatot. Egyébként rendben lett volna az ő házassága, és azt mondja, hogy a férjem tud róla, megengedte, akkor belemész? Na, igen. Ő vázolt nekem többféle opciót arra, hogy én miben lennék benne. Ezt is csak így ültem és hallgattam. De hogy ez egy kávézás közben, hogy jó évek óta nem találkozottak, csak elkezdtem mondani, hogy... Mi a Facebookon azért valamelyest érintkeztünk, tehát nem arról van szó, hogy 10 évvel ezelőtt beszéltünk utoljára. A másik az, hogy az alapján, amit én az elmúlt egy évben adtam magamból, ő azt gondolta, hogy ilyesmiről velem abszolút lehet beszélgetni, és hogy nem lesz ez ebből semmi probléma. Tehát, hogyha nyitott vagyok, akkor majd belemegyek, ha meg nem, akkor meg megbeszéljük, azt félre rakjuk. De most Júlia, állj meg egy pillanatra, te tényleg háborogsz azon, hogy ezt ő nem, fölhozta? Nem. Én azon... akkor, tehát, hogy te tényleg mesztelen jogára mentél. Nem, abszolút nem. Mondtam, hogy ezzel ennek a részével nem... Tehát az jó, hogy fölhozta. Semmi problémám nincsen, hogy ő engem ezzel talált meg, ez teljes.
teljesen rendben van. Tök vicces sztori, halálszürális, de közben nagyon szórakoztató, hogy ülsz valakivel kávézó, hogy vannak a gyerekek. És lefeküdnék. Hogy megy az iskola, igen, na akkor csináljuk hárman. Nekem az egészben a fura, az a folytatása volt, amikor erről kezdett el beszélni, hogy nekik a házas életük mennyire nullán van. Ezt adom. És hogy ez mennyire, szerintem mennyire teljesen normális dolog, és hogy egyébként 10 év, vagy nem tudom, hány év, nem tudom, mennyit mondott, 10 vagy 11-et, hogy hány éve van együtt a férjével, és hogy ez szerintem teljesen törvényszerű, hogy egy idő után kivész. Hazamentél, elmesélted, vagy nem merted elmesélni? Hát a Miró az ott dolgozik. Tehát, hogy ez a Mirónak a teraszán volt. Apa, gyere már ki! Apácska, gyerek, tedd le azt a kést, tedd le azt a filét, ne filézzél most, tedd le a csirke, gyerek, egy picit, mert egy akció van. Valamit el kell dönteni, jó? Úgyhogy vedd le a kötét, üljél egy 5 percre. Ez nagyon szép. Szóval ott ültünk, és a Miró az jött ki, hozta ki az italukat, a kávékat, kedvesen mosolyogtunk rá. Jó, menjünk tovább. Milyen lehetőségeket vázolt fel a csaj? Azt a lehetőséget vázolta fel, hogy egyrészt, hogyha ez a Mirónak... Bocsánat, csak egy másodperc, Jani, fehér kesztyűben megérkezett. Köszönöm. Ugye, hogy milyen vicces? 2 kola, 1 egestea és a számlát kérnék utána. Jó, köszönöm szépen. János meghozta a parmezános rukkolás paradicsomos gofrit, és közben az eperhabos, én nem bírok több édeset meg, eperhabos, tejszíjhabos, brutálisan. Brutálisan. Hát te kérted még ráadásul ekvárosat, nem? Az nekem itt van, még ettem volna egy sósat, de tedd meg, Zsül, nyugodtan. Ne. Majd kérünk másikat, csináljátok, légy szíves, még oda künn egyet. Egy sósat, lazacskéves rukkolásat. Sameszka, húzzál már vissza a pult mögé. Ja, bocs, csak picit össze vagyok zavarod, mert már csak félállásban vagyok a rádión. Gyere, te szó, gyere, mert itt 3-as szex van éppen. Itt meg swingerezünk mindjárt, Juli. Nem mondd már, én meg King Office gatom. Juli ajánlatot kapott, hogy legyen benne egy kicsi ilyen családi swingerbe, tesó, úgyhogy kapcsolódj ebbe a megbeszélésbe. Családiba? Hát ő barátnő megtalálta, hogy mi lenne. Ja, azt hittem, hogy Miró tesója vagy. Az fura lenne. Az nagyon fura lenne. Nem, a opciók azok voltak, hogyha engem, nekem az probléma, hogy a Miró is más nőhöz nyúl, vagyis hozzá, akkor a Miró... Akkor ő csak téged. Akkor ő csak... Aha, tehát hogy csak ti, meg Miró és téged. És a másik opció pedig, hát hogyha meg mindenben benne vagyunk, akkor hajrá. Férjel együtt? Tehát az ő férjével együtt? Nem. Csak a csaj? Csak ő jönne hozzánk látogatóba. Júj, de szépen mostan beugran egy esti kávéra. Mi kell ahhoz, hogy engem megtaláljanak a teraszon? Itt írja egy hallgató, egy fél melanzs, egy beszúrt, ilyen Rákóczi tudorba szúrt villa, mert fölülök erre a teraszra. Azt mondja, Biki, azt mondja, hogy ne legyen a kicsim. Csak a végére jössz majd meg. Nézem, beleszúrom a Rákóczi tudorba. Te csak a jóba érkezel, Viki. Én ott molyolok a kádba. Ne fáradsz a Vikit ezzel. Van a 2 gyerek, van elég dolgot. Nem tudom, én intézem a másik oldalon. És akkor hogy váltatok el? Vagy mi lett ebből? Úgy váltunk el, hogy tulajdonképpen egy ponton megrekedtek a tárgyalások, mert hogy átléptünk az ő házas életükbe, az ő házas életük hiányába, és átcsapott ez az egész egy ilyen családterápiába, hogy ő tulajdonképpen miért keresi a más utakat, mert miért van szüksége arra, hogy valahol máshol keressen boldogságot. De neked ez mindegy is volt, nem? De nem, egyáltalán nem volt mindegy, mert azt gondolom, hogyha egy nő egy másik nőt megkeres egy ilyennel, akkor egyrészt nyilván ki akarja élni a vágyait, másrészt pedig valószínűleg otthon valami nagy gubanc lehet, és hogy esetleg ezt érdemes lenne leülni, megbeszélni az ő drága társával. Tehát az, hogy fél éve nem vagytok együtt, az nem normális. És szerintem nincs olyan normális, Juli. Szerintem nincs olyan normális. Megbeszélni valamit úgy, hogy tele van a szád. Nincs olyan normális, mert ez pont egy olyan dolog, ahol mindenkinek máshol van az inger küszöbe. Tehát a szex, meg az, hogy a házas élet, meg az, hogy két ember egyébként lelkileg abszolút testvérek és lélektársak, de a szex már nem működik, de nekik így is jó, vagy nem jó, és az egyik keres valamit, de az a másikat nem zavarja. Tehát kinek hol van az inger küszöbe? Nézd meg. Hát van, akik ugye többen vannak, van, akik swingereznek, van, akik egy éve nincsenek együtt, de azt mondják, hogy boldog a kapcsolatuk, és egyébként valószínű egyébként, hogy tényleg tök jól áll vannak az élet más területén, nem működik a szex, de szeretik egymást annyira, hogy ez nekik ne legyen annyira fontos, hogy szakítsanak ezért az ő lélektársukkal. Van, aki 2 nap szex után őrjön a feleségénél, hogy miért nem kap többet. Tehát szerintem nincs recept, vagy itt nem lehet általánosítani. Van, ahol 3 havonta vannak együtt, van, ahol 2 naponta gyűrik a lepedőt, szóval, hogy kinek mi az igénye, kinek mi a jó. Én szerintem, ha mindegyik fél benne van, és ez mindenki örömére történik, akkor akár ez is megtörténhet, hogy az ember kipróbál ezt azt, mert van egy vágya, megéli. Hát én olyan történeteket hallok baráti társaságokról, gyerekek, hogy... Összejárnak? Hát ez összejárnak, együtt járnak síelni. Ó, és maxolni. 9 órakor a gyerekek még csúsznak egyet a feketén, elfáradnak, elmennek aludni, és aztán kezdődik az éjszaka. De menő. 68-an. És csúsznak a barnán is.
És 6-8-4 eljárnak siálni, 10-en, és akkor a gyerekek, amíg alszanak, addig elindul anyu-apu titkos élete éjszaka, majd reggel mindenki remélhetőleg a saját, saját ágyába fölébred, és mennek tovább. És én nem mondom, hogy ez nem beteg, vagy nem mondom, hogy ez jó, de hogy tulajdonképpen... Azt a nem beteg, ezt a szót... Vagy azt, hogy beteg, mert amíg mindenki örömére történik, és ebben mindenki benne van, és senki nem sérül, és ezzel nem bántasz, vagy nem alázol meg senkit, vagy nem okozol fájdalmat, vagy csalódást a férjednek, feleségnek, hiszen tud róla, és benne van, akkor onnantól kezdve egyén inger küszöb, hogy ki mit talál természetesnek vagy jónak a szexben. Nem? Mi a normális? Hát ezt meg tudod nekem magyarázni? Vagy van ilyen? Nem? Nincs ilyen. Hát annyiféle ember vágy, baberáció, hogy nyilván most a normális úgy értem, hogy persze van, ami elítélendő, és van, ami nem jó. De hát nem lehet ezt megmagyarázni, hogy kinek mi a jó. Hát normális az, amivel örömet szerzel a másiknak, akit szeretsz. Akit szeretsz, és ha ő is benne van, persze. Figyelj, nekem ő azt mondta, hogy ez szépen egyszer csak eltűnt az ő életükből. De az, hogy szereti a pasiát. Hát szereti, persze, a gyermekeinek az apja, boldogan élnek. Nem akar elválni, mellett. Tehát nem akar. Nem akarnak elválni, tehát ez itt tulajdonképpen fel sem merült. Csak épp ez egyáltalán nincsen az életükben. Én rendben. Azt megértem, ha egy nőnek eltűnik. Mert egy csomó minden más fontosabb lehet. Az nekem mindig fura, ha egy Palinak az életéből eltűnik, mert ott szerintem ott van a gubanc. Tehát azt egy Pali előbb-utóbb máshol találja Na meg. De látod, hogy a nő életéből sem tűnt el, sőt. Na jó, de a Pali sem akarja. Tehát úgy értem, hogy a, tehát nem tűnt el, de mondjuk nem kívánják egymást, azt én egy nőnél előbb megértem. Én azt hiszem, hogy a Pali azért az előbb-utóbb valahol el kell, hogy ezt a dolgot engedje. Vagy más nőnél, vagy szeretőhöz jár, vagy fizetőshöz jár. Tehát olyan nincs, hogy egy Palinak egyszerűen egy egészséges 40-es férfinak, egyszerűen csak úgy szűnik meg a libidója, hogy senki mással se. Tehát ő mit mond egyébként, hogy a férjével nem szexel? Hogy nem a... beszél szerintem ez. Nem beszél nem erről. Nem beszélget. És ő nem kérdezi meg, hogy kicsim, hát nem feküdtünk le egy évet, te ezt akkor kivel vagy hol pótolod? Fát, mert ez a kérdés. Ne, kivel vagy hol pótolod? Nincsen. Hát érted. A pasinak, a pasinak sincs. Nincs. Én ezt, na ez, ez a gyanús. Azt mondják, hogy voltak kísérletek, egyre kevesebb lett, egyre ritkább lett, és most ott tartanak, hogy fél évente egyszer összebújnak. Okay, szerintük ez normális. És, nem, és ez elég a pasinak? És nincsen emiatt vita otthon, és nincsen veszekedés, ő befordult balra, a férje jobbra, lefekvés előtt adnak egymásnak egy puszit, és így alszanak el. Aha. Na, ez hát szerintem ez, nem kóser. Nem, valóban nem. Valóban nem. Tehát, hogy ez nyilván nem. De hát igen. Mennyire vesztetek össze? Nagyon? Nem vesztünk nagyon össze a gyerekek. Azért az ott van. Meg vagy mikor kicsit meghal ez a beszélgetés, hogy hogy vannak a gyerekek, hogy megy az iskola, szwingerezünk-e nem, és akkor kikéred a számlát, még ott van egy olyan 8 percben, nem el tudtok válni. Az nem annyira... nem annyira flott azért, ott kikéred a számlát, vagy a készpénzes kártyás elmegy hozzá. Az kellemetlen. Hát, ha időnként le lehet passzolni, az a gyereket, nehogy összeveszhetem. Én azzal váltam el tőle, hogy szóval, hogy én semmi nem, jónak nem vagyok az elrontója, de azt gondolom, hogy nála valami, hogy ezt gondolja végig, aha, hogy aztán nehogy aztán ebből egy krízis, egy lelki krach legyen, és ha most nyilván nem arról van szó, hogy akkor ha, jó, ha azt mondja, ha hogy minden oké, férje, és benne van nekik ez így jó, és boldog házasság, akkor benne vagy? Tehát, hogyha nem azon vesztek össze, akkor benne vagy? Hát leposztoltuk hétvégére a gyerekeket. De egyébként, bocs, de látott volna a Miró arcát, amikor elment, és így leült velem szembe, és megkérdezte, hogy na mi újság, és így elmondtam nekit, mint aki megnyerte a lottóöltöst. Idáig szaladtak a szája, mosolygott, és nagyon... Én szerintem az van, hogy ha kicsit akarunk adni valamiféle tanulságot, vagy mélységet ennek a beszélgetésnek, nyilván a humor mellett, akkor igenis, ha téged valami foglalkoztat, azt merd elmondani, ne folytsd el, adjál neki hangot, merd megbeszélni a partnereddel, igenis, éld meg, mert az elfojtott vágyak, nemi vágyak, azok előbb-utóbb valamilyen betegség formájában megjelennek. Igenis, adj neki hangot, nyilván a pároddal együtt közösen nem megalázva, nem megcsalva, de igenis merd neki elmondani, mivel vágysz, úgy, hogy ne bántsd meg, vagy ne legyen neki ez rossz. Mondjuk egy konzervatív nőnek elmondani például egy swinger, azért abból lehet, hogy otthon balhé van, nem? Vagy az, hogy kicsi engem az izgat, hogy te egyedül, én ketten. Nehéz. De mit kell ilyenkor egy nőnek díjazni? Inkább az őszinteséget, mert elmeri nekem mondani, és be akar avatni, mint hogy valaki mással megéli, becsap, hazudik és átver. Nem? Hát erről otthon nem volt szó. Tehát ő mondta, hogy tök reagált rá. Nekem mondta, hogy ő ezt otthon történt a férje nem tudja. Történhetett volna másképp is. De egyébként hozzáteszem az, amit az elején mondtál, tehát nekem több száz barátnőm van, rengeteggel találkozom, tehát ennek alapján nem lesz beazonosítható ez a barátnő. Csak egy érdekes élethelyzet, hogy ez egy érdekes helyzet, mivel találkozik. Innen is üzenem, hogy végtelenül vonzó ez a lány, és tényleg nagyon, nagyon csinos, csak azt gondolom, hogy
én nem biztos, hogy szeretnék egy ilyen krízisnek valahol a része lenni. Én szerintem ez egyébként valahol ilyen 40 éves korban ez minden kapcsolatban eljön. Vagy sok kapcsolatban. Amikor is megélted már. Nem feltétlen a harmadikra gondolok, Viki? Hanem hogy megéltél már egy csomó mindent, megtapasztaltad, érett vagy, tudod, hogy tisztában vagy, van önismerete, tisztában vagy a saját vágyaiddal, gondolod, érzed, hogy mit akarsz, és elkezdesz nyitni valami felé, mert úgy érzed, hogy szükségem van valami újra. Nem feltétlenül új párkapcsolatra, mert szereted a férjedet, feleségedet, de mégis valamit szeretnél vele közösen megélni, ami más, ami új, ami szokatlan, ami egy újfajta lendületet adhat a szexuális életeteknek. Szóval ez szerintem nem ördögtől való, hogy ezek az emberek kísérleteznek. Fel kell vetni. Tessék? Uh-huh. Fel kell vetni. Mit szólnál szívem egy édesárnashoz? Persze, semmi akadály, de te nem lennél ott. Na, hát van ennek ilyen mondja, és van a humánusabb mondit. Igen. Szóval fő, hogy meg tudják beszélni. Szerintem nagy köszönjük, de így van, beszéld meg. Hát ők nem, tudom, ők nem. Ők nem beszélik meg, tehát azért mondom, hogy ha valaki nem tudom, tehát hogyha már valahol nincsen otthon ilyesmi, és ez egyáltalán nem része az életnek, akkor azért érdemes elgondolkodni azon, hogy amire azt gondolod, hogy milyen baromi természetes, nem biztos, hogy az. És érdemes lenne otthon leülni anyuval vagy apuval beszélgetni, hogyha ilyen helyzet szituáció áll. Igen, írj egy hallgatót, egy fontos momentum, az illető, hogy gyakorlatilag nem más férfinál keresett boldogságot, hanem ki szeretett volna próbálni valamit, ami némiképp eltér a hagyományostól, írj egy hallgató. Igen, ez egyébként így van. Jó van, Júli, hát én nem szeretem, hogy te ilyen helyzetekbe keveredsz, nem? Hát... Egy Feri is csomószor kávézik különböző teraszokon, de még nem ment oda hozzá se egy ex-kolléga. A kolléga ne is jöjjön be. De azért ugyanúgy Feri kell. Csak onnan beleszúrnád azt a Rákóczi túrót, azt a villát, hogy álljon az a villát, oda jön valaki. Figyeljetek, tényleg amióta van ez a rovat, én azóta nagyon-nagyon sok furcsa, érdekes e-mailt kapok, és nagyon sok ember áll elém. A furcsa szót használtad? Is. Őszintén meglepődtél? Nem, na. De hogy sok ember áll elém a problémájával, egy csomó ember elmondja nekem, hogy mi a helyzet, egy csomó ember tanácsot kér, és néha kapok olyan ajánlatot, amivel sokszor én magam sem nagyon tudok mit kezdeni. Hát, te vagy csak az új Lux Elvira. Csak azt gondoltam most ebben a szituációban, hogy én, hogyha ez egy krízis, vagy valahol valamit most átél, és valami válságban van, és azt érzi, hogy változtatnia kell, én nem szívesen lennék ebben a hármasban, ennek a hármasnak részvevője, hogy kimozdítsam. El kell az ilyen apróságokat engedni, na, Júli, igen. El kell engedni, csak a feladatra koncentrálj, aztán na, meséld persze, el legalább. Jól van, aha, persze. Puszi, Júli, köszönjük, ciao, hello, hármas ugrás, játszunk, már is itt van egy hallgatónk. Na, ne? Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Mibe keveredik mindig? Hihetetlen. Szintületes. Hát ő rántja magára. Uh-huh. Egyébként. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Balázs vagyok. Hello Balázs, honnan hívtál minket? Egerből. Balázs. Mit csinálsz arrafelé? Hát éppen zöldséggyümölcsöt szállítok ki. Szállodákba, éttermekbe. Ó, hát akkor melós hétközepe. Hát eléggé. Milyenek a kérdések, Ján Soán? Azt mondja, hogy nézem, picit talán nehezebb, mint amilyen tegnap volt. Ja. Mehetünk, Balázs? Kezdhetjük, persze. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a megvalósíthatatlan elképzelést? Ez az első, akkor milyen a harmadik? Jó, az már négy. Utópia. Jó vagy, így van, utópia. A harmadik németül van egyébként. Az jó, kérek egy kicsit. Menjünk tovább. Igen. Morning Show-s baseball sapkáért, így szól a második kérdés. Melyik osztrák városban született Wolfgang Amadeus Mozart? Melyik ez az osztrák város? Hú. Valóban kicsit bekeményítettél. Jan Schwa. Osztrák. Linz? Nem. Salzburg. Szálltuk. Ez igazán a tudat valóban nem volt könnyű kérdés azért. Hát, ez így. Ott gyakorlatilag Mozart húgelős hazája. Hát igen, százóra minden Mozartról szól. Minden így van. Balázs, gyors volt, sajnáljuk, köszi. Mint ahogy felcsukja. Én is köszönöm. Jasztok. Ciao, hello. Gödöllő és Szada között baleset, teljes útzár, Mogyolód felé lehet. Na, kerülni írja egy hallgató, gondolom, de azt már nem írtod, én befejeztem. Gólörömjáték? Hey! Van ilyen. Akkor hívjuk a nyertesünket, jó? Ugye a kérdés úgy szólt, hogy melyik évben adták át a Barca stadionját. Így van. János írta ezt a kérdést, mindjárt mondja a jó megfejtést, és aztán meghallgathatjuk, hogy a potenciális nyertesünkkel beszélgetünk-e. Nyilván velem, mert hogy mindenki az, de lehet, hogy ő jön majd velünk Barcelonába, ha ügyesen tud gólörömöt közvetíteni. Úgyhogy már is hívjuk. Kíváncsi vagyok, várom ezt a játékot. Tavasszal ez nagyon jó volt. Valaki nagyon akarja a jegyet, 500-szor küldte el. Igen, van, aki sokszor elküldi. Halló, tessék. Jó reggelt, Morning Show, szia!
Szia, Ákos vagyok. Ákos, hello, itt a Jani, Feri, mindenki, ciao. Sziasztok, na, sikerült. Magászámat nem szoktam felvenni, de ezt el kellett próbálni. Hát látod, hát tessék bátornak lenni, igen. Hol vagy most, helyileg merre vagy? Én Pécsen ülök a Széchenyi téren, és reggelizek egy nagyon jó barátom, aki mutogatja, hogy nem a barátom, mert felvettem, de én még azt annak tartom. Jó, és hát hogy megy a gól örömjáték? Hát így direktben még nem próbáltam, hogy muszáj, de ha úgy magát olyan, akkor nagyon jól szokott sikerülni. Na most az ma, hogy mondjuk egy közterületen tartozkodsz éppen, ahol nyilván egy csomó ember van, figyelj, ne fogd vissza magad, mert ezen elúszhat. Én melyik szervezem őket. Jó, Ákos, tényleg figyelj, itt mindenkinek ordítani kell, neked leginkább, tényleg, tehát tegnap is hallottunk ugye egy srácot, aki az egyetemből, vagy az egyetemről tudósított, az osztályból kijött, vagy az előadóteremből, és egy ilyen félhalk elfolytott, ilyen kis fél valami volt. Úgyhogy itt nagyon nagy gól öröm. Én nagyon fogok igyekezni. Hányan vannak körülötted? Persze, nem gyorsan állj föl, kezd el kiabálni, hogy egy foci meccsen vagytok, és te vagy a nem szeretnétek kiabálni, mert Morning Show-ban gól öröm játékban nagyon szeretnék nyerni. Balázsékkal itt vannak a telefonon belül. Nagyon kell kiabálni. Én örülök, hogy nagyon hangosan tudsz kiabálni. Segíthetek nekem? Nem tudom, én üvöltök, hangosan gólörömöt előadok, és ti meg csak így háttér. Ha nem hiszik el, hogy mi vagyunk, adját nyugodtan, és akkor megnézzük. Várjál, átadom, tényleg a barát. Nem? Fél. Te? Elhiszed? Nem. Kiabálnak, nem hiszed. A rendőrt fognak beírni. Félnek? Vagy mi történt? Igen, félnek. Sziasztok, ne haragudjatok. Játszok a Balázsékkal egy gólöröm játékot. Segítenétek nekem kiabálni? Igen, szeretnék nyerni egy utat Barcelona. Ott megy a rádióban amúgy. Igen. A Morning Show-t mondat, nem mondtam. Morning Show-ba. Szeretitek. Segíthetek nekem majd kiabálni? Én elkezdem a gólörömet, és csak be kell szállni. Jó? Figyelj, ha ez egy riporter keresletük lenne, már ott lennél. Nálam megvagy. Nálam megvagy. Ha ez egy megálló forgatás, akkor már lehet küldeni. Figyelj. Már megérte. Okay. Elmegyek riporterre, csak menjünk a Barcelonába. Jó, figyelj, Ákos. Ki a csapat? Nem, ugye nem muszáj Barca Druckernek lenni. De muszáj. Nekem muszáj. Jó, hogy te Barca Drucker vagy. Hát az egy szerencsés életet. Óriási. Tényleg? Így van. Na jó, figyelj ide. Akkor ott vagyunk a pályán, jó? Igen. Kifutottak a fiúk, hallgass meg. Hallod ezt? Na jó, ott vagyok teljesen én is. Szelleműját, jó? Nagyon legyél jó. Ott. És mikor lehet kezdeni? Várj, karmesterként az üvöltésnél kezd el hergelni a tömeget, hogy ők is üvöltsenek veled együtt. Jó? Jó. Elkezdődtünk lassan, mert most már elkezdődött a mérkőzés. Már megszereztük a labdát a 92. percben, kapusnál labda, kapus indít, Piqué megszerzi a labdát, tovább passzolja, Xavi, Iniesta egy visszapassz, Mascherano is megérkezik, fut a szélen Neymar egy visszacsel, érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi! Igen! Mindenki engedett! Igen! Köszönöm! Végre! És a pia van a szólista! Vége a mester! Nyert a Barcelona! Igen! Köszönöm! Jó! Hát figyelj, ez így kell csinálni. Itt már csak a hosszúság a lényeg, hogy ezt még nyomni kell kb. 10 másodpercig vagy 20-ig, hogy mi is átszellemünk, de ez fantasztikus. Nagyon kemény. Disznőölés szeptemberben? A fő téren. Az volt, hogy amikor a hangol egy olyan tartományban lépett, ahol már az üveg repett. Tehát volt egy ilyen 6 másodperc, ami nincs. Tehát ugye? Ez nincs. Én ezt tagozatos gimnáziumba jártam. Figyelj, nagyon jó vagy, komolyan. Nem énekelhettem, mert nem tudtam. De te valódi Barca fenn vagy, azt hallom a hangod. Én teljes mértékben. Voltál valaha meccsükön? Igen, voltam már. Kérdezik a lányok, hogy ők is jöhetnek-e. A csajok? Hát, igen. Az a baj, nem tudjuk őket bevinni sajnos. Azt mondja, hogy mivel nem beszéltél vele, nem mehet. De jó, ezt így kell tolni. Oké, Ákos, pénteken lehet majd szavazni, jó, rád is. Egyébként Facebookon, aki úgy csináltuk, azt hiszem tavasszal is, hogy aki a legtöbb lájkot kapta, értetve az ment. Köszönöm, rám szavaztok. Hát, mi nem szavazhatunk. De te ízíts mindenkit, hogy szavazzanak rá pénteken. Rendben, pénteken kezdődik, nagyon jó. Jó, szólj a csajoknak, hogy ők is szavazzanak rád. Szavazzatok rám majd Facebookon. Rám szavaznak. Na, nagyon jó vagy. Tök jó nyomod. Tök jó, komolyan. Címpi vagy. Lányok kérdezik, hármasban csináltad már? Nem. Fiúkkal vagy lányokkal. A szurkolásra gondolta Jani. Ákos, pénteken, ha te vagy a nyertes, hívunk, jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen. Köszi.
Hello, sziasztok! Ciao, hello, hello! Na! Hát, drága hallgatók, a lecke fel van adva, ezt kell überelni holnap, holnap után és még pénteken is. De még lehet, ennél nem lehetetlen, mert lehet még jobban drukkolni. Nagyot ugrottunk előre, nagyot, óriási, gondolom. Óriási. De van még ebben. Van még ebben, igen. Úgyhogy holnap újra játszunk 9 óra után. Jó, jön majd a kérdés. Aki jönne velünk Barca meccsre október végén, az figyelje majd a kérdést, hogy tudjon válaszolni, amikor elhangzik. Egy percen pontosan 3-4-10, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A legjobb. 10 perc van, pontosan 10 óra. Írj egy hallgató, hogy... Az irodában hallottam a gólörömet. Itt dolgozom. Pécsett a Széchenyi téren. Hát, nagyon... Ákos, jó, de ezt a játékot ezért találtuk ki. Így van. Tehát ilyen elmerodjant, a szó jó értelmével, elmerodjant hallgatókat akarunk hallani adásban, akik tényleg bennünket és hallgatókat szeretnék arról meggyőzni, hogy nekik van helyük ott Barcelonában. Ez egy óriási lehetőség. Földi halandó nagyon ritkán juthat oda ki, ha csak nincs bérleted, vagy nincs nagyon sok pénzed arra, hogy 500 vagy 1000 vagy 1500 euróért megvegyél egyszer egy meccsre egy jegyet. Szóval ez nekünk is óriási élmény lesz. Bizony. És mindenkinek. Úgyhogy ezért dolgozni kell. Hát Ákos feladta a leckét. Igen, egyértelműen. A holnapi hallgatónak. Meg tökéletesen felvált az egészet, és függetlenül attól, hogy most tényleg kint volt egy téren, ott volt millió ember, ennek ellenére tényleg legalábbis a végén kiadtam magából az összes energiát, meg az apajtanyait. Mert akkor arra kell gondolni, hogy azok az emberek, akik kocsítanak, és adott esetben mondjuk azt gondolják, hogy na, ki ez a hülye, na ők nem lesznek ott a Barca meccsen. Biztos. Holnapi pécsi hírek, ide egy hallgató, rendőrök kísértek el a főtéren ordibáló fiatalembert hallucináció gyanúja miatt, értesítették a városi pszichiátriát. Na, mutatjuk, miről is volt szó ma reggel. Felhívtuk dr. Hermáné Fogarasi Évát, alvásterapeutát, aki volt benn nálunk, és nagyon jókat mondott arról, hogy miért kellene 9 órakor kezdeni a gyerekeknek az iskolát. Ugye ez most igazából téma mindenhol. Úgyhogy megkérdeztük, lehet ennek valóság alapja, sok érdekes dolgot hallottunk tőle, valamint beszélgettünk arról a takarítónőről is, aki elvitt a széfből 700.000 forintot, úgyhogy ő egyébként csak takarított, és WC gurigába rejtette a lopott pénzt. Megkérdeztük tőletek, hogy hát írjátok meg nekünk, megkértünk melleteket, írjátok meg nekünk, hogy tőletek mit lopott már az alkalmazottatok. Hát elképesztő SMS-eket kaptunk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatok. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 óra van pontosan. Tamás nagyon helyes SMS-t írt így a nap végére. Azt írta, egész nap hallgattam a műsort, és szerettem volna írni valami jót, de nem jutott eszembe semmi. Üdv Tamás. Szeretem őszintességet. Nem ő a nap hallgatója, de nagyon helyes. Tehát ezt én bírom az ilyet, hogy ezt megírta a Csabi Hello. Nincs mit hozzátenni, igen. De kicsit reménykedik benne, hogy hát ha ő lesz ezért, mert megsajnáljuk, nem ő lett a nap hallgatója, de nagyon helyes az SMS, hogy ezt bevallja, hogy semmi, gyerekek, azért itt vagyok, én is hallgatlak titeket, de most nem jött semmi. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. És aztán elbúcsúzunk. Minden ok, Csabi, addig egy rövidre meg. Nézem azt a brutális waffelt ott előtted, hogy... Kéred? Ne, köszönöm szépen, látom, hogy csinálj belecsúcsáltán. Kapok frisset. Kapok frisset. Aki a kicsit nem becsülő a nagy... Morning Show? Az bizony, mi vagyunk. Jó reggel. Jó reggel. Hello, hogy hívna? András, sziasztok. András, jól értem? Így van. András, hello, hol hallgatsz minket, András? Csalgóterjen mellett. Mátra, bocsánat, belebeszéltem. Novák. Mátra, Novák, aha. Ez helyes kis település lehet, és hozzászóltál a lopásos témákhoz. Azt írtad nekünk, hogy ékszerteknős lopott ki a takarító, és a halaimat óvszerba rakva vitte el. Mikor rápirítottam, azt mondta, minek nekem annyi? Óvszer vagy hal? Nem. Hogy még egy kicsit rád is pirít. Igen, igen. 17 darab ékszerteknél. 17 darab ékszerteknél. Te egyébként mit csinálsz ennyi ékszerteknősre? Tényleg annyi? Nem tudom igazság, nem tudom elképzelni sem, mert egy kedves ismerősém volt ez a lakás, én hajáltam hozzá egy föl rangondozni a virágokat, és én vettem észre, és fura volt, hogy hát mondom, mégis megkérdezem, hogy miért tette ezt, aztán minek nekünk annyi. Jó, hát rendben. Ja, értem, de hogy akkor nem a te ékszerteknőséd voltak, hanem egy ismerősöd. Hát az enyém is. Enyém is. Is. És az óvszer az is a tiéd volt? Vagy, vagy az hozta? hozott anyagba hát dolgozott. Nem tudom, hogy honnan szeretett.
Jól van, tetszett az SMS-et, te lettél a nap hallgatója. Egy szép kis ajándékcsomaggal hálálnánk meg, hogy minket hallgatsz. Jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, szép napot neked. Ciao. Hello, hello. Csabikám, milyen zenék lesznek? Képzeld el, hogy most neked hozok főleg egy zenét. Na, hozzá neked. Mert hogy mindig hozom itt a fiatal DJ-ket, és látom, hogy DJ Otiként egy kicsit féltékeny vagy, és nem szereted ezeket elfogadni. De most hozok egy olyan fiatal embert, aki annyi idős, mint én, tehát most már így 46, és igazából csak 10 éve kezdett így komolyabban zenélni, DJ-ként, nem tudom, csinált feldolgozásokat, remixeket, de most már saját dalokat ír. Ő egy Mauritiuson született, de Franciaországban élő Willy William. És az Ego című dal. Miért van mindig neki ilyen neve? De komolyan, amikor így elindítjuk énket, hogy mi legyen a neved? Legyen Willy William. Willy William. Nagyon jó gyerek, ez mindenki megjegyzi. Én leszek Willy William. 40 éves vagyok. Jó, Willy William. Nyilván teljesen kamu nélkül, hogy rohadt jó. És milyen Willy William, jó? Willy William szerintem annyira vidám dalt hozott, hallgass meg! Ilyen tényleg ez... nem tudsz nem vidám dalt hozni. Hát, az a cím, hogy Ego a dalnak. Tök jó. Na, értem már, hogy én nekem küldött. Ego az a cím. Értem, persze, Willy William. Messziről indítottad a sztorit Mauritiusról, aztán kiderült, hogy mi a dal címe. Na jó van. Jó. Holnap egy jó Johnny Johnson. Csabikám, jó munkát neked, jövünk holnap. Christopherson-t is hozom már. Szevasztok. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely